És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. Antony Feri. Jó reggel. Erotikus műsorunk indul ma reggel Ferivel, a Bujavágyak és Balival, Rázad Feri, ez az, simogas, ez az, jó reggel, ébresztő, ki az ágyból, mormoták, felkelni, és egy, és kettő, és három! Friss popsival, tiszta puncival. Indul a torna. Hallod te ott? Te kis vörös. Kelj föl. Ébresztő. És egy, két, há, és négy, öt, hat. És nyomod, szia Jani! Szia, szia Feri! Hello! Hey! Jó reggel! Milyen jó kis zene volt ez, nem? Aha, igen. A nyújtása jó. Mondhatni. Igen, elindult a második, de gondoltunk, már itt vagyunk, úgyhogy elkezdjük. Egy ilyen kis bujavágyakszerű kis ébresztővel. Jó, ezt tudtam volna csinálni fél hétig egyébként, aha. Ez most annyira tetszett. Meg amúgy is mindig a hangod egy kicsit ilyen bujásban. Egyébként igen, köhögök és nem tudod felszakadni. És most nagyon... Most nem elgondolt, hogy picit mélyült be. A felszakadás részét azt nem akartam nagyon tudom, részletezni. Tudod, akkor köhögsz, de azt érzed, hogy ilyen váladékszerű valami itt van így a tüdődön. Aki kapaszkodik így, és néha föl-föl törik már, mint a dió megszakad, de nem tudom fölköhögni, úgyhogy nem tudom mi van. Ez a műsor egyre betegebb, de imádom, látod? Sárcok, erre a kis időre már érted. A hangodra megjött a reggeli erekció. Van, akinek meg elment. A kisvörös a szövegben ő lány volt, akit Bali mondott. Csak igen? Mondom, igen. Szóval én úgy éreztem, nem? A vörös az lány volt. A vörös lány volt. Te kisvörös. Igen, most fogd meg ott. Az lány volt. Ezt a beteg ébresztőt, srácok. Hát valahogy el kell kezdeni ezt a reggelt. Szörnyű az idő, szóval... Ilyen kis nyomorult, nincs nevele semmi gond, de tegnap délután is milyen szép idő lett már délutára. Eleinte most már jön a jó idő által. Aztán délutára úgy kis tört a nap, hogy hihetetlen. Arra jól kiraktam, van egy ilyen kis napozóágyunk, nem drága, de praktis. Kiraktuk, természetesen csak azért, nem azért, hogy napozzunk, mert nem arra rakom föl a powerbankomat, ami egy ilyen napelemes töltő, és kiraktam, szépen igazítottam, na mondom, de király, fölnyom maxra, macska észrevette a napozóágyat, fölült rá, és rögtön kitakarta. De a powerbank töltése az úgy van, tehát azt leírták, hogy pontosan a nappal szemben, mert gondolom a háttámlája ugye állítható egy ilyen napozóágynak, és akkor az pont szögbe állított, igen, hogy optimális beesési szöge a napsugarak, és akkor ennek megfelelően szoktam beállítani a kis töltőmet. De egy kocsi tetején nem jó, hogy ott áll a Verda, így ráteszed. Az a baj, hogy a kocsi felett van egy ilyen kisebb esőfogó, igen, és az nem használ. Az így a igaz. És mennyire tölt föl? Tehát kirakod csutkán? Pár óra. Pár órát föltölt napenergiával? Igen. Akkor azt föl tudod tölteni a telefont utána? És ráadásul rákötsz, mit tudom, én nem csak egy telefont bír el, hanem mondjuk két iPad-et is, de mondjuk ilyen nincsen. Te a főzőt lehet rajta, tojás lehet rajta csinálni. Így van, természetesen. Na, menő. Rút vibrátor, stb. Amit ez a profi. Black Dick 3000-et, 4000-et csinál. Most már az 5200-t is elvéri. Egy adapterrel. Ez nem szerencsés, ha lemerül. Igen. Na, de egyébként meleg lesz ma már. Állítólag délben kicsit a nap, holnap meg már 30 fok, szóval, hogy ezt így kiérti. De mindegy, nem is ez a lényeg, hanem hogy jön vissza jó idő, és nekem most már a telefonom csak napot jelez végig. Mert lefagyott. Az is igaz. Nem, azért, mert Dubájt nézem megint.
És ott mindig nagyon jó idő. Már elvágyakozol. Már vágyakozom. És marad is egész hétvégéig? Mert marad, hát, marad, Rubin inkább. Marad, sem az. Marad, kézzel, de marad olyannyira, hogy nálunk vasárnap megint kerti parti van. Te erre rácsavarodtál, rászoktál. Most, hogy végre. Sikerélményem tudom, van a főzésben. Sikerélményem van a főzésben, meg... Csak ki akarja küríteni a fagyasztót. Igen, mindenféle. Ja, meg kész a kert. Kész a kert, így van. Azt mondtad, de jó. Kész a kert, szép lett, jó lett. Japán cseresznyék beültetve. Kélek szépen, most ma megyek egy kertészetbe, és japán cédrust veszek. Van japán kecskerágom már beültetve. Ő megeszi a kecskét? Vagy a kecske eszi meg azt? Ez egy jó kérdés. Kód kiesik ki. Hát általában, hogy ilyet, mint tudom, Zsenge Lucerna után szoktak a kecskék fogyasztani, ezért kecske rágó, tehát hogy így az emésztésüket elősegíti. 6 darab smaragdtuját tettem be, és 4 darab árnyék liliomot. Ezek meg is maradnak? Tehát úgy bírják ezeket? Árnyék lilium, az gyönyörű az árnyék lilium. Mutassak róla a fotót? Igen, mindenféleképpen. Árnyék lilium nagyon szép. Az árnyék lilium gyönyörű, és az szereti kifejezetten az árnyékot, a smaragdtúja az pedig hát az olyan, amilyen, az bírja az árnyékot is, meg ő a japán cédrus, most nézd meg. Te! A kecskerágó is. De ez még nem a te japán cédrus. Nem, ez még csak egy kertészetben lefotozott japán cédrus. De a cédrus az nem egy fa. Hát ez egy ilyen kerek. Gyönyörű egyébként, gyönyörű. Nem rossz, szerintem téged átvernek, mint az állat. Mutatós. Ezzel, hogy ez egy cédrus. Vágni kell. Tessék, hát tud, olyanra vágod, amire akarod, igen. Aha. Igen. Vannak már állítólag ilyen speciális, hogy hívják, ilyen vágó eszközök. Nem mondta, hogy nem gyönyörű, hát gyönyörű. Tényleg, nem? Szép, hát szép. Csak mondjuk van belőle 10 darabot, hanem kell, akkor belőle mindig egy gömbalakra vágod, ráadásul rá lehet nagyon csavarodni a dologra. Tehát, és akkor elkezdesz formát nyírni. Jó, akkor most itt még egy kicsit hosszabb, jó, most itt egy picit rövidebb, akkor hozzávágom a hosszabbat a rövidebb, ez jó, és a végén nem marad belőle semmi. És egy év múlva ilyen kentaurok ugrálnak a kertbe, meg mit mindenféle formát fog belőle nyírni. Anyám, ha ezt látná, akkor nagyon csúnyán elbeszélgetne veled, mert szerinted ez nem normális dolog, hogy van egy jó termőföld, érted, ahelyett, hogy szilvafa lenne rajta, amiből, mint tudjuk, két nagyszerű felhasználási mód is van, a lekvár és a pálinka, lennének benne szép répák, káposzták, ahelyett ilyen fölösleges dolgokat ültetsz, mint a cédrus. Jó, de van az a korosztály, ezt ismerjük, és a legnagyobb tisztelettel van, mondjuk, akiknek már a koktélparadicsom is úri huncutság, tehát hogy hát azt milyen értelmezhetetlen. Én nem várok egy gyümölcse egy évet. Az nő meg. Korákat, mindenki legyen akkora, mint a fél fejed. Így is van, jó nap érlelte, így ez paradicsom. Ő a japán kecskerágó. Na, ez új, de kíváncsi. Ő a japán kecskerágó. Ez olyan van. Is mondjuk. Ez a japán kecskerágó, ez még nem a kertben van, de ez már be van ültetve. Aha. Érdekes. De ez már így néz ki. Komolyan rákattantam. Nagyon szép, nézd meg egyébként, tök szép. Színes dolgokat nem nagyon rakok, tehát nálunk nem a muskátli, meg a nem tudom gerbera, meg nem tudom mennyi, tehát zöldbe megy, de a zöld angol, különböző árnyalat. Angol vagy francia vonal van, tehát az angol kert az a búrjázó, a francia az pedig az ilyen nagyon beültetett. Hát ez inkább a nagyon beültetett. Inkább a nagyon beültetett. Búrjázás csak a gatyámban van. Mert régen voltam trimmelésem. Na, az a borétumod lesz, kisvasút is lesz hozzá? Persze, tálalán. Mindenképpen szeretnék azt is. Na mindegy, szóval, hogy hétvégén jönnek át a barátok egy ilyen vasárnapi kis pártira, és 30 fok lesz ez a lényeg. Nagyon jó. Megcsinálom nekik a kedvenc marha pörköltömet. Most már minden hétvégén az van. Mindig meg tudom csinálni. Van ilyen, hogy az ember így rácsavarodik egyre, azt tudja, hogy az üzem biztosan megy, már most mit variáljon? Olyan marha pörköltet csinálok, hogy összetennéd a kezedet és megdicsérnéd, hogy jóféle tanítani. Maradt még egy. És kérnéd a jó Istent, hogy neked ilyet ne csináljon senki. De jöjjön, Bari, nagyon jó, de ilyet soha többet ne csinálják. Ilyet soha többet ne csinálják. És vörösboros lesz? Vörösboros, persze. Slápszárból? Kettő ide a számba, kicsi a bográcsba, 11-re megjönnek már makonyán 4 kézláb, lovacskázom a gyerekkel a kerve. Csak vörösborral, persze, ahogy kell, nem keverjük, csak rázzuk a bográcsot. Baltát vettem ilyen fűizébe. Azt nem kell bele. Voltam ilyen gazdaboltba, képzeld. Na. Akartam menni ilyen stílfűrészt, hogy azzal fölvágom a fát. Mondtad, hogy ezt felejtsem el, hát ezt ne csináljam. De mondom, miért? Hát vannak ezek a hasábok, ha berántok egy ilyen motorosat. Balázs, ez nem erre van. Ez gazdabolt. De ez nem erre van, de mondom, miért? Mert hogy le fogom vágni a kezem vagy a lábam. Mert hogy azzal ugye hasábot vágsz igazából, mint amivel egy ilyen kerek rönköd. És te ketté akartam. És én meg ketté akartam vágni a hasábokat, mert hogy akinek 5 anyja van, az baltázzon. De nem engedte, hogy megvegyem. Kicsit szomorú is voltam, hogy bemegyek és nem költhettem el a pénzemet. Úgyhogy okosan döntött, hogy ezt nem engedte. Rábeszélt egy ilyen 1,5 méteres fejszére, aminek úgy van kialakítva a nyele, hogy már ugye az így a hasításra van, vagy a fejed tulajdonképpen ilyen kis, nem tudom, milyen alakban.
Úgyhogy azt is megvettem. Ez jó. Jó. Gazda, igazi gazda vagyok, gondos gazda. Ezek a speciális eszközök nagyon jók, a mi időnkben vagy gyerekkoromban nem nagyon voltak ilyenek, apám mindig azt mondta, hogy nem hasító fejsze kell, hanem erő. Ugye ő legyőzte. Igen, csak az, hogy egy ilyen kézi szekercén van, azzal papa. Azért nem vágod el nagyon ezeket a nagyobb röntgeket. Meg ha van egy ilyen technikai, írgalmatlan, mert meg ha van egy ilyen segítség, akkor miért ez is megint a régi kor embere? Meg tudjuk azt csinálni, nem kell az ide. De van egy segítség, sokkal könnyebb lesz, több időd marad mindenre, nem fogsz kipurcanni. Nem érdekes, adjad ide aztat, hadd csináljuk. Kézzel is meg lehet kavarni, de van betonkeverő, nem. És lapát véggel, tudod, az a kavarták. Emlékszel, lefordított a lapát. Úristen. Ja, ez neked fővárosi, nem mond semmit. Micsoda, hogy? Ezek a lapáttal kavarni a betont össze. Ó, nem volt még betonkeverő. Ja, csak a talicskába kevert. Az volt, taligába. Meg volt egy ilyen célszerszám, hogy a maltert keverték, ami egy ilyen, úgy tűnt, mint egy kapa, aminek a közepén lukak vannak. Tényleg. És húztad napestig. Az apámot egy 4-5 órán keresztül ott csinálta, amiközben építettük a házat, nagyon tiszteltem érte. De nem léptem a nyomába. Igen, de a ház fölépült, és világos megoldotta. Na mi lesz ma Feröerrel? Azt mondjátok meg, kezdődik a labdarúgó sorozat. Hát, srácok, hát az ugye műfű. Locsolják. Így van, locsolják, hideg, a Feröeriek mennek, mint az állat. Böde Dani kimaradt a keretből, azt pedig ugye az erő oda most nagyon kéne, a mester. Jó. Másképp dönt. Nincsen Böde? Nincsen kimaradt. És ez most mi? Ez most világbajnoki selejtező? Világbajnoki selejtező, így van. Hát, ugye csoport másodiktól megyünk tovább. Automatikusan erre kevés esélyt mondanak. Nem csoport első megy tovább automatikusan? Azt hiszem, hogy a második is. De most majd a hallgató megírja, én magamra vállalom, hogy nem készültem. Tanár úr, csak ma, ahogy olvastam. Játszunk még Svájccal, játszunk még Andorrával, tehát én azt gondolom, hogy mondjuk Andorra az behúzható. Tehát, hogy figyeljetek, bízunk nagyon, hiszünk nagyon. Na, a Feröer-szigeteket megkeverni, nem? Nem egyszerű történet, ők azért verték már a görögöket is, akik ugye azért nem egy rossz csapat, megküzdöttünk mi is velük legutóbb, meg tényleg nem szabad elfelejteni, hogy ez egy műfüves pálya. Na, de nem náluk van a villanyszerelő, akiket kielemeztünk? Egyre inkább úgy érzem, hogy ezek fedősztorik. Várj, volt egy megszólalásunk. Igen. Volt egy megszólalásunk, ami arról szólt, hogy van villanyszerelő, meg hétvégi játékos, igen, meg asztalos, meg aztán ez nem a Feröer-szigetek? De az, csak aztán kiderült, hogy nem csak blankolni tudnak, hanem mondjuk focizni is. Ráadásul, mondom még egyszer hangsúlyozni, műfű. Mondjuk a magyar válogatott most egy héten keresztül pont ezért műfűben készült. Tisztelet a kivételnek. Hát egy-két kivétellel sajnos. Hát meg hideg majd van, meglátjuk. Kint, tudod, ott most nincs annyira hideg. Nincs kint, azt nincs most Feröerék. Így van, azt nyilatkoztak a dzsudzsék, hogy most nincsen annyira hideg, tehát hogy most ideálisabb a körülmények, igen, ideálisabb a körülmények. Ja nyilván, hát tavaly. Megnézték az applikációt. Igen, megnézték az applikációt, és ma mennek egy charterjáratra. Beírtak egy Feröer-szigetek. Én úgy szerettem ezt a Ben Storkot, nekem ő annyira szimpi, úgyhogy én nagyon drukkolok. De a csapatot is bírom, meg a dzsudzsit is. Szóval, amit csináltak az EB-n, az Én is azért vagyok így fölpörögve, hogy akkor ma este meccsnézés van, mert olyan kíváncsi vagyok, hogy most mit tudunk csinálni. Hánykor, hol? M4, M3, M5, M8, M9, M13, M116, hol adják? M4-em? M4-8, azt hiszem 8 óra 45, tehát gondolom 9-kor kezdenek. Az jó, na akkor már lerakom a gyerekeket. 20-40. Ó, de jó, tényleg. Én úgy tudom, hogy 7 óra után 1 óra 40 perc. Hát jó, oké. Okay, 45, így van, nagyon szurkolunk neki. Megnézzük. Én lehet, hogy azt mondom, belenézek, aztán az lesz, hogy a feleségem megtalál egy chipset zacskóval a mellkasomon, tudod, hogy nagyon alszom, és mellettem az egyik gyerek. És a Benny kúszik fel a chipset közben. Igen, csokoládi székem a mellkasomon, tehát nagyjából ezt a képet tudom elképzelni, egy alsógatyába egy ilyen félig megtépett régi ökámmel. Nézem a meccset, tudod. Tripla élvezet. Telefonom megnyitva. Valami, nem tudom, milyen suna.com applikáció, tehát így nagyjából ez lesz. De legalább elkezdem nézni. Ha jó meccs, akkor végig küzdöm. Hát, akkor végig küzdöm. Jó lenne olyan hasonló sikert átélni, mint az EB kapcsán. Na, az elsők automatikusan tovább jutnak, megírták a hallgatók. Köszönöm, na mondom szépen, én, na mondom és a én. Második hely az pótselejtező. Jó, akkor most inkább legyünk elsők. Igen. És még ott vannak a portugálok, várjál. Szóval. A őket kinyírjuk. Hol? Ott. Portugáliában. Valahol ott vannak ők is. Nem, azt hiszem ők is csoporton belül vannak. Szóval, hogy viszonylag kicsi a sanszunk tovább jutni. Bocsát, döntetlen játszottunk velük, nem? Portugálokkal? Hát.
Hát akkor meg... Úgyhogy végigvezettünk. Érted. 1-0, 1-2, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3. Rettegni fognak, ahogy pályára lépnek, mert az egy EB volt, érted, ez meg VB, nyilván meg így jobban felszívjuk magunkat, nagyobb versengés, és oda csapunk neki. Óriás forsás. Ki az a Ronaldo? Ki az? Nem tudom. De nem is játszik szerintem, azt hiszem, kihagyja az első meccsünket, úgyhogy tök mázdink van, mert nem játszik. Most lesz jó sérülés, amikor a portugál, és ott még a Ronaldo nem játszik. De nem tudom, hogy ez most igaz, vagy nem. Vagy ezzel a cikkel kapcsolatosan, amit olvastam, és a Ronaldóról van ez szó. Minden más a skimmel egyébként. És egy foci, amire emlékszem, amit olvastam. Mert még ejtőzik valahol? Az nem, mert sérült. Ugye sérült. Lesérült, hát pont az EB-n sérült le, ugye az EB döntőben nyírták. Még mindig nem tért magához? Hát de már edzeget, meg ott van, de még azért úgy készülget. Szerintem azt olvastam. Szerintem ő volt, és szerintem fociról volt szó a cikkben. Az aktuális barátunk egy két képet, hogy értem még, hogy miért sérült. Ha már ápoltatnád magad, mi? Azt ne is mondd ilyen. Elég komoly csaj. Jó, nekünk se rossz azért. Jó, hát mit, jó. Nem, őt nehéz azért csajokba lenyomni. Jakba azért van zárkózás. Jakba zárkózunk? Jakba zárkózunk, föl, igen, amíg láttam, hogy ott azért van zárkózás, de nőkbe azért még enyhén szólva elhúzott. Na ezt hallgassátok, Ferőeren sok a bálna, a dzsuzsák dugó a pipába. Hajrá, magyarok! Jöhetnek a kis versecskék. A Ferőer szigetekkel, a magyar válogatottal, a dzsuzsival kapcsolatban, hogy biztosok a fiúkat is nyerjenek ma este. Jó? Így van. Így van. Na. Ákos. Itt van, megjött a sok magyar kanász, húzni a nyádba a bálna vadász. Na jó van. Áki elmondja a híreket, jó? Aztán pedig jövünk a játékkal. Mennyi az állás? 1-0. Méghozzá te végezted ki a nagyon nagy képű játékost, aki nagyon komoly SMS-t írt, és azt hiszem a harmadik vagy ötödik másodpercben mondott egy igent. Így. Ez volt a tegnapi nap. Jó van akkor. Akkor lehet jelentkezni játékra. Jó? Aki játszana, írjon nekünk, mi pedig jövünk. Ákos, ide jutam. 10 perc, pontosan 7 óra, hello mindenkinek, itt vagyunk, játékolunkkal, jövünk mindjárt. Csak mellette rá pillantok a falra, hogy mi újság. Nézzed, hallgatóink azt mondja, hogy mennyivel igényesebb, mint az Injo Mama, nem? Kérdezi valaki. Fúj, de utálom azt a Injo Mama? Injo Mama. Ah, fú. A szövege is, amiről szól, és az egész, hogy ilyenből. Nem tudom. Rosszul vagyok attól a számtól. Rosszul vagyok Jennifer Lopez-től. Én nem, én nagyon szeretem Jennifer Lopez-t. Ha nem semmit nem vált ki belőlem, egy halk sóhajt sem. Nem már az a nő, ilyen, hát gyönyörű. Gyönyörű, ilyen fenék. Igen? Aha, valahogy nekem nagyon nem. Bejön ez a minden fos. Száma egyforma, és mindig ugyanolyan, és mindig durci, és mindig fiatalabb palikkal van, és mindig, és fél az öregedéstől, és mindig kirobja a fiatalabb pacsikat, és még fiatalabbakra vált. Halál sztereotíp sztori egyébként, szóval semmi újat nem mutat. Kiről semmi izgalmas el? Nincs benne. Stejnek, Kristóf? Ja, csak már most fejtem be, bocsánat. Injo Mama. Injo Mama. Injo Mama. Egyébként ez jó volt ez a Gigi Lopez szám. Igen. Nem? Most nem hallok róla. J-Lo-ról? Miért nem? Mit? Hogy más oldalakon most átértem az alsó fertájról a felső fertájra, és azért kevesebb képet látok róla. Na, azt mondja, hogy... Trafia 85-ösön Veszkény előtt Roli küldte nekünk, Mendén a 31-es főúton arra szól a forgalom Budapest felé. Laci üzente. Köszi, Laci. Ferőer... Én is nagy a gáz. Ferőer, én is nagy a gáz. Ez jó, ezt nem? Nem? Nem, majd legközelebb. Azt mondja, hogy Soproni határa jól járható, Máté küldte nekünk, és hát nagyjából ennyi. Uh-huh. Hoppá. Jönnek a kis versecskék, hogy mivel nyomjuk le a Ferőer szigeteket? Persze, kellenek ezek a rigmusok. Igen. Benne van Dani a keretben állítólag. Benne van. Tehát, hogy nem kezdőben van. Nem ezt mondtad egyébként, most már próbálsz belőle ki óvatosan. Nem. Azzal kezdtem, hogy nem tudok, engem a hazaszeretet, a foci iránti, oldhatatlan... nem használtad mondjuk, de hát... Ezt nem mondtam? Nem, ezt nem fejtetted. Tehát, hogy én annyira beleszerettem ezekbe a fiúkba itt az EB alatt, hogy én nem értek hozzá továbbra sem, tehát a 11-es nem tudom hány méterről rúgják, de ott leszek este velük. Portugál vagy Ferőer, tök mindegy, mert nyerni kell. Ez az! Jó ide szép! Hajrá, magyarok! Hajrá, Monics! Azt mondja, hogy magyaroknál van az ász, Böder Dani megy és aláz. Így is van. Ezt is cikültem. Itt az ősz, eső, hull, magyar Ferőer 3-0. Úristen!
Dobunk egy hatost a halászoknak, hát de jó lenne, de jó lenne. Na jó, megnézzük, hogy kivel játszunk, jó? Itt van már is a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel! Szép jó reggel, sziasztok! Szia, Szia, hogy hívnál? Ági vagyok. Ági, honnan hívtál minket? Hát Hevesvágyéből, Kából egy kis falucska. Ká? Nem túl nagy, Kál. Kál. Neked is kál. Kállát, de már nem kál. Azt mondja, hogy na. A füzes abonyi járás. Igen, igen. Na látod, hogy Jani, hogy rád talált azonnal. És hogy telik a reggeled, Ági? Érdekesen, most kapkodom őket össze, iskola, óvoda, készülünk. Ezek szerint gyerekek vannak? Igen. Hát nekem 5 gyerekem van. Jézus, igen. Egy jó Isten. Most viszed őket, vagy most hoztad el? Még majd most indulunk. Ja, most készülünk, indulunk. Most viszont Danikáni lánya? De mi barom bársony? Én nekem pont elég a saját lányomat bevinni, ha vele beérek a Zoviba, addig römlik rólam a víz, tehát úgy nem kérem még tehát a lányát. Nem viszed Danikáni lánya. Jól van, kivel játszanám? Hát veled szeretnék játszani, Balázs, mert te vagy itt ilyen puhány, hogy nem tudsz összevágni 2 hasább párt, és úgy gondoltam, hogy akkor talán... Bocsássatok meg, álljunk itt meg egy pillanatra. Én összetudom már, nekem a fejszém nem jó, mert egy kis kézi fejszét vettem a rohadt gazdaboltba, ahelyett, hogy egy nagy, rendes, kétkezes fokost vettem volna. Ne őket szígyad, mert te amatőr vagy. Nem, én a kis gazdaboltot azért szeretem, csak nem akartak nekem eladni. Kis gazdabolt. Igen, és köszönöm, hogy úgy csinálom. Igen, megköszörülöd, és akkor kézmarokat, hogy beleköpsz a tenyeredbe, mint egy régi jó. Megtörlöd a hajadat. Annyira. Azt mondta a gazdabolt, hogy vegyek egy ilyen rönköt, amire rárakom a fát, és mondta, hogy van-e ilyen náluk, de mondta, hogy ez fakereskedés, tehát hogy gazdabolt ilyen rönköt, akkor vette volna a rönköt is. Úgy hát mi azt vidéken úgy hívjuk, hogy tőke, arra tesszük a fát, és akkor tényleg tudod hasítani. Hát a betonon, hát szikrázik a harca. Na, én azt szétütöttem a betont, igen, egy kicsit. Na jó, hát oké. Hát akkor essünk egymásnak, de nem úgy, te kis uncud, jó? Nem, az akármi nem is gondoltál. Akármi is jutott az eszedbe azért. Ej, te. Na. Lehet, hogy hátulról teszem be. Na, menjünk. Atya úr, 3, 2, 1, fire. Itt vagy, Ági? Persze. Hol vagy? Lendülkezem, jelentkezem. Hát most éppen ki kellett jönnöm. Lendülkezem, jelentkezem. A teraszra, mert odabenn nincs térerő. És ezt teljesen komolyan mondom, hogy én vágom a fát 5 gyerek mellett, és azért hívtalak, vagy azért gondoltam rád. Na. Tudod, a nagy gyerek elmegy reggel, hazajön este sötétben, hát nincsen más, én maradok. És hogy jön ide, a favágás? Segíts egy kicsit, hogy elmegy a gyerek, és akkor, hogy nincs más. Hát a kicsire be kell gyújtani. És mekkora a kicsi? 4 éves. 4 éves. Hát akkor ő... Kislány, gyönyörű. Szép? Szép? Álom. Ó, tényleg? Gyönyörű. De biztos? 4 éves, napsugár. Napsugárnak hívják? Napsugár a neve. És van állatok is? A lányomnak ajándék a neve. Ezt szerettem volna elmondani. Ajándék? Állataink? Egy macska van. Egy macskánk van. A kutyát is csinálták, tehát nálunk macska. Jó, oké, elég, nem akarom. 6,5 percnél tartunk. Így van. Meg vagyunk, gratulálunk. Ó, nagyon köszönöm. Szennyet profin tolta. Van egy 19, meg egy 20 éves fiam, tudod, és meg úgy leugatni őket, hogy a kis önértékeléseket azért mutatom össze. Tehát ilyen rutinom van a pofázásban, ha szabad ilyet mondani. Azt hallottuk. Ez azért 12 éves kisfiam reklamál a Levent, hogy nem említettem meg, megemlítem őt. Aha. Igen, úgy láttam, hogy szeretsz beszélgetni leginkább magaddal, mert nem nagyon hallod meg, amit más mond, de ez jó, ez nem szintes volt. Profizmust. Igen. Megfáradod, igen, az ő oda csapok. Olyan vagy, mint egy politikus, te elmondod, amit akarsz, mindegy, hogy ki mit kérdez. Tehát teljesen na, látod, ez nagyon pontosan, és én mondom meg, ki mit akar, és akkor ez így működik fel. Oké, okay. Jól van. Küldjük az ajándékcsomagot. Nagyon örülök, hogy játszottunk. Nagyon szeretünk titeket, és nagyon szeretnénk, ha még maradnak. De cuki vagy, hallottad, amit mondtam? Igen, köszönöm szépen. Szép napot nektek. Nagyon köszönöm.
Szia, puszi. Nagy beszélgetések lennének. Ez egy oldalú beszélgetés volt, vagy nem volt nagyon. Már az de kiváló játszó gyerekek, hát azért ezt tapsoljuk meg, mert gyönyörű. Gyönyörű játékot folytatott, és abszolút megérdemelten kapja meg az ajándékcsomagot. Nem levert, lemosott. Tehát nem tudtam válaszolni a kérdésekre. Nem lehetett megállítani semmit. Mi kell ahhoz, hány gyerek, hogy elérd ezt az állapotot, ezt a tudatállapotot? Hát csokot? Mennyi volt? Csokot? Öt. Aha, jó. Ő gyereknél igen, már egyirányú a kommunikáció, igen. De megértem, hát ott rendet kell. Hú. Ott rendet kell tenni. Na jó van. Meg se hallod, amit mondanak. Nem akarta nagyon meghallni, de lehet, hogy ez kell, hogy az ember nyerjen. Akkor viszont így egy-egy. Igen. Így viszont egy-egy, mert tegnap nyertem, ma vesztettem. Úgyhogy holnap elkedőst, hogy ki a jobb, te vagy ők. Meccselek önmagammal. Egyelőre ez egy nagy meccs önmagammal és hallgatókkal, de nem, szívesen. Ameddig kell, addig játszom. Itt vagy, csinálod tovább. Nem mondok, te is csak mondod na magad én. De nem mondod semmit, csak gyurcás arccal ülsz. De hogy is, lendül a kezem. Jó, lendül a kezem, jelentkezem, az milyen volt? Na. Mi lesz hét után? Elindul a Böde Dani, megdermed a bálnak kaki. Így is van. De jót írtatok. Így is van. Egy persze, pontosan 7 óra, jövünk Ákos híre után. Két óra után vagyunk, pontosan 15 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! De én szerettem az első 80 alkalommal ezt a Lenny Kravitz számot. De így 140-nél elég? Hát rohadtul elegem van belőle, többet ne tegyük be, jó? Vegyük ki, akkor inkább dúdoljunk, vagy fütyörészünk. Nem én intéztem, tesó. Hidd el, tesó. Figyelj, tesó. Hallott, tesó. Akkor rajabb vagy, érted? Nem fogod tudni még egyszer ezt úgy legyűrni a torkomon, öcsém, hogy egy jóba is maradjunk. Figyelj, tesó. Mit csináljak, tesó? Mondd meg nekem, tesó. Hallott, még egyszer észreveszi, hogy zsűl, ami a szemünk és a fülünk, és egy picit az agyunk is, de csak nagyon picit. Zsűl, robotüzemmódban van minden reggel, nem vesz ezzel semmit. Kapja ki, érted? Robotüzemmódban ül itt mellettünk. Kapja ki, baj előtt a cérkát ért. Nincs másik jó dal a lemezen? Szerintem van. Csak csinált még egyet, nem? Nem hiszem el, hogy tényleg csak ezt az egyet kell erőltetnünk. Biztos, hogy van rajta. Hát igen. Én is ezt gondolom. Mert turkai gatyádban megint légy szíves. Hasamat vakarom csak. Persze, én is ezt mondom. Fölér odáig a kis öcsi. Jól esik hozzájönni a pocakomhoz. Amikor Jennifer Lopezről beszéltünk, felért, most már nem. Angel mama. Fú. Angel mama. M1-M7 bevezetőt lecserélték a plakátot. Amúgy ez egy kolesz, nem építkezés. Igen, tegnap beszéltünk arról, hogy egy zombis plakát volt. Ez ma már... Ezt tegnap nekem is elküldtem. Aztán elegen. Most pont elérték a céljukat egyébként. Levették. Nem tudom, hogy hány embert lehetett elérni a plakátok, ami még rádobtunk 2,5 milliót, úgyhogy mi most már mindenki tudja, hogy jön a Fear the Walking Dead új évada. Lekerült. Most már nem ijeszgetik zombival a gyerekeket. Igen. Azt mondja, hogy van egy baleset a Hév megállóban Óbudán, a Szentlélek és a Timár között nem jár a Hév. Úgyhogy ott nagyon nagy várakozás lesz, valószínű. Trafi van az M7-es autópályán Pákoznál Pest irányában. Ezt Jaksó, vagy Jáksó küldte nekünk. Jáksó, te a Jáksó. Ki lehet a Jáksóval? Hát nem tudom, keresett eleget a baslakóval, biztos jól van. Injom, mama. Azt mondja, hogy a Szentlélek tér egészen pontosan, és a Tímár utca közötti Hév nem jár, komoly sérülés nem történt, elütött egy ember, de nincs baj, helyszínelni kell. A Hév bizonytalan ideig nem közlekedik a Batthyányi tér irányába. Zén, nagyon szépen köszönjük, hogy elküldted neki. Zsül, tényleg mi van a Jáksóval? Egy időben te csináltál te mindent. Te voltál Jáksó. Te voltál valójában. Melózik? Tényleg? Szigorú vagy, egy hónapban egyszer a Laci bejött a rádióba. Igen, mondjuk ez. És fölvet ilyen, halló ki ez, halló tesed, Laci, ne tedd le. És aztán ebből az ülvágot egy műsor. Akkor még egyszer. Azt mondja, 20-ról lő a Gerazoli zokog, aki Ferveri. Köszönjük szépen. Szép vagy. Nincsen bőde, nincsen gere, azt hiszik, ez most para, csak azért is mindenáron tovább él a magyar állam. Nóri küldte nekünk. Hello, Morning Show, hallgatlak utoljára élőben, sajna, elutazom Sydneybe fél évre. Köszi, hogy vagytok, voltatok. Lehet ott hallgatni podcast. Úgy hívják. De van élőadás, hát följössz valahova, ahol élőadást sugárzunk, és meghallgatsz bennünket élőben. Ott ráadásul hát neked az egy ilyen este lefekvős műsor lesz. De ott biztos nincs wifi, milyen elmaradott ország. Igen, nem ismerik az internetet. Fél év, Sydney. Fél év, Sydney. Az komoly.
nem rossz. Nem rossz. Hát ha nem muszáj, hanem saját hát választás. Hát ha nem muszáj, hanem saját választás. Ugye? Utánozzak mi? Mennyi időt tudnánk ez az őrületbe kergetni meneteket? Ez nem viszonylag gyorsan. Ez viszonylag gyorsan, ne? Na! Ha megverjük, ha megverjük. Verő ered, verő csak ered. Nem vágnak verő ered. Köszönjük szépen! Nagyon jó vagy. Nagyon jó vagy, jelöllek. Sárvári elkerül ilyen szürke őszi idő szakadó eső, puszi Jani. Igen. Ott még esik az eső, de itt már Budapest fölött süt a nap, úgyhogy van remény. Van remény, és jó idő lesz. Napsütés nagyképű volt, de nem esik. Na, olvastátok, illetve hallottatok a Norbi kontra Doki, Norbi kontra Tibi atya kontra Norbi, Norbi kontra C-vitamin, C-vitamin kontra Szentgyörgyi, Szentgyörgyi kontra nem tudom. Szentgyörgyi örököseik kontra. Szentgyörgyi örököseik kontra Novák Hunor, Csupor Dezső gyógyszeré, Szegedi Tudományegyetem, minden áll a bál megint. Igen, Sobert Norbi kontra Magyar Helyes Írás. Norbinak hihetetlenül jó érzéke van ahhoz, hogy mindig kavarjon egy kicsit ezen az ominózus álló. Vizem. Ezt ő direkt nem? Csinálja? Micsodát? Kicsodát? És mi történik körülöttem? Na, hát megpróbálom kenek utána járni. Egyrészt tudományos oldalról is, kettő Norbi oldaláról is, ugye, mert hogy Norbi... Egyébként nem értem ezt a felháborodást, mert nem tett más, csak megosztott egy cikket. De jó, de még nem tudjuk, hogy mi ez. Hogy megosztott egy cikket, és... A riposzt.hu szenzáció hajház veszélyes butaságokat tartalmazó cikkét legalábbis ezt mondják az orvosok, mert hogy 1 millió Facebookos követővel véleményformáló erőnek számít Norbi, mondta ezt a doki, aki egyébként megosztott egy levelet arról, hogy a C-vitamin az legyőzi a rákot, és nem a kemoterápiát kellene elsősorban propagálni, hanem a C-vitamint. De akkor nem a riposztra haragszanak ők, most mindannyian kivéve Norbit. Tehát miért a Norbit? Hát, nem, nem ő írta. Már a riposztot biztos megszokták már, hogy, ja, hogy ilyen jó, hogy Kati. Igen, hogy ezen a egy millió követővel tényleg van felelőssége, de hát ő csak megosztott egy cikket, ha most ő hisz benne, akkor miért? Hát, de hogy lehet ebbe hinni? Na most őszintén. Tehát, hogy ahhoz hát nem kell szerintem tudományos fokozat, vagy nélkül doktori cím, vagy akármi. Ilyen, igen, az hogy tudjad, hogy a időre, C-vitamin. Ez időről időre fölröppen ez a nagy dózusú C-vitamin, nem? Nem, nem jól emlékszem, hogy mit erről mi sokszor, erről sokszor van szó, igen. Azt írta a cikk egyébként poszt, hogy már magából a cikkből, hogy a citrom 10 000-szer erősebb daganat ellenes szer, mint a gyógyszerek és a kemoterápia együtt, és javasolja a cikk szerzője továbbá, hogy a savanyú kémhatású citrommal lugosítsunk, esetleg szódabikarbónával kombináljuk. Értem. A savas citrommal lugosítsunk. És ezt így próbáljuk meg egyébként bevinni a szervezetünkben. Akik a lugosításban nincsenek otthon, János és Ferenc, értve én egész biztos, tehát hogy első hallásra Jani is azt mondja, hogy a savas citrommal lugosítasz? Hogy van ez? Picit fúria. Tessék már segíteni rajtam. Meg srácok, tehát, hogy így tök szomorú témáról beszélünk alapvetően, ugye az a rákos megbetegedésekkel kapcsolatban tudjuk, hogy az utolsó mencsvár a kemoterápia. Na most a kemoterápiánál mit mondtál egészen pontosan, hogy 10 000-szer erősebb a citrom? Maga a C-vitamin, így van. Maga a C-vitamin. Hogy? Akkor ott boldogan haza kéne menni jó néhány gyógyultnak, ugye? Jól érzem. Hát. Na, fejjük először a dokit, jó? És akkor utána fejjük Norbit is, hogy mondja el a véleményét, illetve hogy pontosan hogy keveredett ő ebbe bele. De először tudományos oldalról megpróbáljuk megnézni, hogy mi ebből az igazság, vagy lehet-e a C-vitaminnak. Ugye ezt lehet hallani, hogy mit tudom én 50 grammokat adnak be vénásan, injekcióval, már nem is ugye kapszulában, és akkor az esetleg megöli, vagy gyógyítja a rákos sejteket. Hát erről volt szó, vannak magyar orvosok, akik is egyébként ezt YouTube-on hirdetik, illetve külföldi oldalakon is olvasni hasonlót. Mindjárt elmondja nekünk, ami dokig, aki reagált egyébként Norbi cikkére, hogy ebből mi lehet az igaz? Vagy egyáltalán van-e bármilyen valóság alapja? Aztán megkérdezzük Norbit, hogy miért osztotta meg ezt a cikket. Lehet, hogy hisz benne, akkor majd elmondja, hogy miért. Az is igaz, hogy egyébként az ilyen betegségben, vagy egyáltalán a beteg ember mindenben hisz. Tehát, hogy főleg, ha alternatív dolgot kínálsz, mert a kemoterápiát szerintem senki nem vállalja be boldogan és örömmel. Ha neked azt mondják, hogy figyelj, akkor napi 50 g C-vitamin, és egyébként nagyobb az esély, hogy meggyógyulsz, nyilván arra felé mész.
Nem? Persze, hát elkezdesz mindenben hinni. Meg hát ugye az egy C-vitaminról tudjuk, hogy egy csodálatos anyag. Hát hogy nyilván, hogyha valakinek le van gyengülve a szervezete, vagy valamilyen immunhiányos betegségben szenved, vagy mondjuk egy daganatos megbetegedés miatt legyengült a szervezet, nyilván hatással van rá, és nyilván segít neki abban, hogy átvészelje ezt a nehéz időszakot, de hogy hogy a gyógyulás az azért nem biztos. Igen, aha. Tehát hogy 10000-szerese az erőssége ahhoz képest, amit mondjuk egy kemoterápia tud. Igen, na, mindjárt megkérdezzük a mi Rockingot, aki már volt nálunk és nyilatkozott, dr. Novák Hunor orvos. Hello, jó reggel, szia Hunor! Jó reggel, sziasztok! Nagyon pöröksz, nagyon pöröksz. Kálcium, leakáciummal, most Lenorbival. Nagyon, nagyon zajlik az élet. Hát, és le a C-vitaminnal. Kicsit szomorú is, hogy ezzel most egyáltalán foglalkozni kell. Ugye? Na de várját, a Norbi mit csinált? Megosztott egy cikket, amit egyébként nem ő írt, hanem ő azt mondta, hogy azt hiszem valamiért posztolt, hogy mindig mondtam, hogy a legnagyszerűbb dolgok a legegyszerűbbek, és ezt kiposztolta magát a cikket. De ő nem azt mondta, hogy ez valójában működik, nem? Csak posztolt egy cikket, amit ő érdekesnek tartott. Hát nagyon fontos itt a felelősség kérdéséről beszélni. Tehát Norbit ugye több mint 1 millió ember követi, akik várják tőle az egészségügyi tanácsokat, és ő nem pusztán megosztotta ezt a cikket, hanem ugye mellé is írta, hogy itt a bizonyíték, hogy ez milyen nagyszerű, jól működő dolog. És igazából ezzel az a probléma, hogy ez nagyon sok embert megtévesztett, és olyan tévhiteket terjeszt, például a lúgosítást, ami gyakorlatilag fizikailag nem létezik, hiszen szervezetünk pH-ja egy nagyon szigorú határok között mozog, tehát étellel, itallal nem lehet érdemben befolyásolni. Tehát akkor hogy van az, hogy közben dokik mondják, hogy lugosítsunk, meg vannak lugosító diéták, és én most nem a vér pH-jára gondolok, mert azt nem lehet lugosítani, hanem a testnedvek pH-jára, és mindenki iszik, és mindenki próbál lugosítani, és elmondják, hogy a savbázis egyensúly felborul, mert sok húst teszel, akkor savasodsz, ha lugosítasz a zöldségekkel, növényekkel, akkor meg jobb lesz a szervezet nedvének a pH-ja. Akkor te is azon orvosok közé tartozol, akik azt mondják, ez full kamu? Hát ez teljesen, tehát ez egy természettudományos nonsens. Nem lehet lugosítani a szervezetet semmilyen szinten. Azzal keverik sokszor össze, hogyha valakinek mondjuk sav problémái vannak, és gyomorsav túltengése van, ilyen esetekben tényleg segít, hogyha nem eszik savas dolgokat, szénsavas üdítőket, hiszen az helyileg irritálhatja a gyomrot. Tehát akkor nincs lugosító diéta, nincs olyan, hogy lugosítsuk a szervezetet, és nincs az, hogyha mondjuk citromlevet iszunk, akkor lugosítunk. Nincsen, abszolút, és én ezt föl is ajánlottam kísérletként, hogy előtte-utána megmérjük a szervezetének a pH-ját, hogy ő is lássa, de erről, tehát nagyon sok ilyen mítosz kering, ugye, hogy méregtelenítés, lugosítás, ezek gyakorlatilag ilyen nem létező fogalmak, de tudok egyébként egy módszert, amivel hatékonyan lehet lugosítani, és tényleg ezzel találkozni is szoktunk. Hogyha valaki, én most ott van közelben a nyári gumimatrac esetleg otthon, vagy csak önmaga elkezd sóhajtozni, nagyon gyorsan lihegni, akkor kilégzi a széndioxidot a tüdején keresztül a véréből, el fog tolódni a vérének a pH-ja tényleg lúgos, alkalotikus irányba, de eszméletlen rosszul lesz. És ilyen esetben nagyon fontos, hogy legyen mellettünk valaki, aki majd tényleg fölkotor a padlóról, mert ez agyi oxigén hiánnyal, végtaggörcsel és egyebekkel járhat. Tehát így lehet lúgosítani egyébként. Ez tényleg egy valóságos, de étellel, itallal nem lehet. De az nem a lúgosítás, vagy nem a lúgosítás miatt lesz rosszul, hanem a hiperventiláció, nem? Tehát a gyors levegőzés. Hát, de azért, mert a vér pH-ja lúgos irányba eltolódik. Ennek következménye. És mi az igaz a C-vitaminnal kapcsolatosan, hogy akkor ezt a lúgosítást azt mondod, hogy ez nem létezik, de a nagy dózisú C-vitamin viszont segíthet ezeknek a betegeknek? Nem. Tehát az a probléma az ilyen cikkekkel, amik tényleg már sajnos nagyon szomorú, hogy itt a 21. században már lesüllyedünk a piócás ember szintjére, meg hogy minden szódabikarbónával, reszelt krumplival, meg ecettel akarunk meggyógyítani. Tehát el kell ismerni orvosként, hogy a kemoterápiának súlyos mellékhatásai vannak. Van, amikor meg tudjuk gyógyítani vele a betegséget, én is voltam ilyen kutatásban kiváló eredményekkel, de van, amikor nem, és akár még nem is éri meg a kemoterápiát alkalmazni.
Tehát ez egy nagyon összetett kérdés. Ezzel szemben az emberek mindig egyszerű válaszokat akarnak hallani, és azért veszélyes, hogy ilyen egyszerű, hamis válaszokat adunk, hogy a citrom, azt tegyed, mert az 10 000-szer erősebb, mint minden, és attól meggyógyulsz, ez tényszerűen nem igaz, és veszélyes, hogyha valaki ilyen tanácsokat osztogat. És az, hogy a megadózisú C-vitamin, amit ha beütök mondjuk a YouTube-on, akkor rengeteg orvos beszél róla, hogy elvileg így gyógyítható lenne a rák, az is hazugság akkor? Ez nem létezik, így van. Tehát nagyon szomorú, ugye mindig, amikor bizniszről beszélünk, kétségtelen, hogy ugye a gyógyszer gyárak is ugye érdekeltek a profitban, de azért ne felejtsük el, hogy a vitamin biznisz az szintén egy óriási üzlet, és sajnos nagyon sok orvos meg természetgyógyász anyagi érdekektől vezérelve állt ilyen nézetek mellé. Mi van a saját C-vitamin gyára? Hát többször hallom, hogy egy orvost inkább egy gyógyszerészeti cég támogat, mint az, hogy egy vitamin cég, bár mondjuk a vitamint is ugyanezek a gyógyszercégek állítják elő nyilván, de hogy... Nem mondok konkrét nevet, akit legutóbb elmeszelt a gazdasági versenyhivatal, hogy egy ilyen kiegészítő vitaminnal, hogy verték át az embereket, daganatos embereket, ami a legszörnyűbb, hiszen nyilván ők próbálnak mindenben kapaszkodni, és az a probléma, hogy tényleg gyakorlatilag ilyen higiénák veszik körül ezeket a betegeket, és mindenki megpróbál még egy kicsit leszakítani róla, és kihasználni a kiszolgáltatott helyzetét. De az hogy van, hogy még mindig ott tartunk, hogy 60 mg C-vitamin az előírt mennyiség felnőttek számára ugyanakkor? Hát C-vitamin ugye az nagyon sok táplálékban benne van. Tehát én nemrég voltam egy konferencián, ahol részletesen felmérték, hogy például a gyerekek hogy táplálkoznak. És gyerekeknél a C-vitamin hiány gyakorlatilag nincsen kiegyensúlyozott táplálkozás mellett. Nem ez a 60 mg, tehát hogy többet bevisznek, mert nem csak a citromban található meg. Hajlamosak vagyunk azt hinni, ugye Szentgyörgyi Albert országában, hogy a C-vitamin az egy csodaszer, az mindenre jó, de ne keverjük össze azt, hogy a C-vitamin ez valóban egy nagyon jó dolog, hasznos dolog, kell a szervezetnek, de ebből nem következik az, hogy mindenre gyógyír. Nyilván, aki ezt gondolja, az butaságot gondol, persze. Hát minden nem gyógyít meg a C-vitamin, persze. Igen, csak ugyanakkor meg az adagokon gondolkozik, de ez az RDA mennyiség, hát ez egy más történet, hogy ez hogy alakult ki, meg miért, ezt nem is nagyon akarom ide keverni. És akkor te mit mondasz azoknak a dokiknak, akivel egyébként találkozol, hogyha beütött, hogy megadózisú C-vitamin terápia, akkor 4-5-6-7-8 doktornak a nevét dobja ki a YouTube-on, akik arra esküsznek, hogy ezzel bizony komolyabb eredményeket lehetne elérni, ha hagynák, hogy ezzel kísérletezzenek, támogatnák ezeket a kísérleteket, vagy esetleg engedélyeznék, hogy mondjuk valaki intravénásan kapjon 30-40 gram C-vitamint, ha mondjuk rákbeteg. Vannak ilyen előadások a YouTube-on, ha beültöm, hogy meg a dózisú C-vitamin terápia. Voltak ezzel kapcsolatban kisebb vizsgálatok világszerte, nem véletlenül nem terjedt, tehát bármilyennyire népszerű, egyszerű tévhitez, sajnos nem hatásos. És egyébként, hogyha hatásos volna, rengeteg példa van erre az orvostudományban, hogy amikor egy növényből, vagy egy gyógynövény az hatásosnak bizonyult, akkor igen, azt kivonták, vagy azt forgalmazni kezdték, tehát ez a gyógyszergyáraknak is érdeke, mint dollármilliárdokat beleölni egy olyan kutatásba, amiből kérdés, hogy gyógyszer lesz-e egyáltalán. Azért ebben ők is érdekeltek. Megint csak azt hangsúlyozom, hogy nagyon fontos, hogy betegek hallani akarnak valamit. Sajnos sok orvos, vagy akár apostrófos doktor, ugye, amit mondani szoktak, meg lehet szerezni ilyen címet, vagy természetgyógyász, vevő arra, hogy azt mondja, amit a betegek hallani akarnak. Neked a lenkéről egyébként mi a véleményed? Én nem mennék bele személyeskedésbe, mert szerintem... Nem, hát most ő is azt mondja, hogy nagy dózisú vitamin, és hogy sokkal nagyobb mennyiségeket ír föl, illetve pontosan nem ír föl, hanem ad nekünk, mint amit mondjuk egy normál minőségű, átlagos multivitaminban van, és azt mondja, ennek a sokszorosát kell szedni, és semmi bajunk nem lesz. Mi például azt olvasom, hogy a C-vitamin akkor vesekő, az A-vitamin az raktározódik, meg tönkre megy ez, meg az, ő meg azt mondja, hogy dehogy megy tönkre, szedjük a vitamint. Hát erre csak azt tudom mondani, hogy én nem árulok vitaminkészítményt, Lenkei Gábor viszont igen. De nem meg is van a holnapi címlapunk. Igen. Ez az. Business az business. És csak kedd. Aha. Tehát, hogy ő azért mondja, mert hogy árulja, és neki érdekel, nyilván ő biznisz csinál ebből. Érdekelt, így van. És hát a cikkben, amilyen ugye nonsense dolgok leírásra kerültek, ugye citrommal lugosítsunk, ami egyébként ugye savas, tehát már ez is egy nonsense dolog, de hogy még keverjünk hozzá szódabikarbonát, az tényleg csúcs, és erre mondta ugye Tibi atya, aki szintén ugye beleszállt ebbe a témába, hogy hát
nem mindenki töltötte a kémia órákat cigizve a WC-ben középiskolában, tehát hogy ezt azért tudjuk, hogy ezt a kettőt összekeverjük, akkor széndioxid képződik, tehát ezt gyorsan megisztjuk, akkor csak irtatlanokat döfögünk, tehát semmiféle lúgosítás nem fog lezajlani a szervezetben. Én mondok valami nagyon durvát, nekem például gyomorsavamban, ha kicsit savas vagyok, nem vagyok, hál' Isten. Ja, is savasodom. Hát akkor én iszom például a citromos vizet, és sokkal jobban vagyok, mert hogy gyomorsabbnál viszont lúgosabb a citromsav. Most megfogtad, szép volt. Hát, doktor de úr? Hogy mondjam, doktor úr? Egy savanyú valamire, egy kisebb savat adni, az nem fogja megoldani a problémát. Tehát, én minden reggel meleg citromos vízzel indítom a napot egyébként. Én tüstfürdővel. És kamilláztatom a golyóimat. Nem, tényleg, tehát, hogy én nagyon szeretem ezt a langyos meleg víz citrommal, de hogy én ettől nem lettem savasabb. Hogy lugosabb lettem, azt nem tudom. Hát savasabb meg lugosabb se leszel ettől. Tehát maximum gyomorpanaszok lehetnek, aki arra fogékony. Tehát félreértés ne essék, ez egy nem káros szenvedély, ez egy egészséges dolog, csak ne állítsunk valótlanságokat ezzel kapcsolatban, erre hívtuk fel a nyílt levélben a figyelmet. Lesz olyan valahogy megtalálják a rák elleni gyógyszert? Vagy tulajdonképpen akkora pénz van a kezelésben, hogy ez nem is biztos, ez megint csak egy ilyen feltételezés, csak kérdezem, mert hogy úgy, mintha nem sikerülne. Az a baj, hogy nagyon leegyszerűsítjük, hogy a rák. Sajnos ilyen nincsen, ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy van egy gyógyszer, ami a betegségekre jó. Tehát a ráknak elképesztően sok típusa van, ha mondjuk megnézzük, hogy mer rák, annak is nagyon sok típusa, nagyon sok stádiuma, és nincs olyan, ami mindenre jó. Pont ezért ugye szenvedett az orvostudomány, és most egy új nézet kezd elterjedni, hogy nem gyökeresen a rák megsemmisítése a cél, hanem a kordában tartása az, hogy tisztességben, méltóságban együtt lehessen élni ezzel. Tehát azt gondolom, hogy a legfontosabb azt megtalálni, hogy minél jobb életminőséget élhessen el a beteg. Arról egyébként olvastok bármilyen kimutatás, hogy a kemoterápia az mekkora biznisz? Ugyanak mekkora dollármilliárdos forgalma van évente? A kemoterápia által eladott gyógyszereknek? Hát nem, de hát ez tudva levő. Tehát ez senki nem titkolja. Tehát nyilván van ebben van pénz, mint mindannyi másban is. Tehát, hogy ez tény. Hát nyilván persze, hát az ember, meg az állam, meg persze mindenki pénzért veszi, csak ez is egy érdekes dolog. Jó, felhívjuk Norbit, azért megkérdezzük, de csak a hírek után. Akarsz vele beszélni, vagy ti beszéltetek egyébként személyesen? Már úgy értem, felhívtad, hogy Norbi ne csinálj ilyet, vagy ne oszd meg ilyen cikket. Néhány privát üzenetet váltottunk, én nagyon szomorúan láttam, hogy ugye én is elmondtam, hogy én is tévedtem nagyon sokszor. És mondtam butaságokat a betegeknek, mert mindenki tévedhet ezt. Beismertem, beláttam, és szomorúan láttam, hogy Norbi ezek után még tovább kezdett ilyen személyeskedésbe, és összemosni a két dolgot. Tehát az, hogy amit ő tett mozgás, életmódváltás, fogyás terén, meg ahogy ezeket népszerűsíti, az egy fantasztikus és remek dolog. Tehát félreértés ne essék, ugye legfontosabb nem az, hogy ha valakinek magas vérnyomása van, hogy gyógyszert adjunk. Ez maximum egy szükséges rossz, de mindenképpen rossz. A legjobb, hogyha lefogy, és legjobb, hogyha megelőzi a daganatos betegségeket, egészségesen él, nem dohányzik, megfelelően táplálkozik. Tehát ebben Norbi munkássága azt gondolom, hogy jó. De ezt nem mossuk össze azzal, hogy a citrom az 10 000-szer erősebb, mint minden, és akkor szódabikarbonával oldjunk meg minden betegséget körülbelül. Tehát, hogy ezeket a veszélyes tévhiteket, ami azért felelősség terheli, hogy miket népszerűsít, ezt nem mossuk össze az egyébként a munkásságával. De miért nem a riposztnak mész neki? Miért annak, aki megosztja? Hát, mert gyakorlatilag Norbin keresztül kapott ez nagy nyilvánosságot, és azt gondolom, hogy az emberek szemében Norbi sokkal hitelesebb, mint mondjuk egy bulvárlap, akinek nem is ismerik a szerkesztőit. Te egyébként az alternatív gyógyászatban hiszel, vagy foglalkozol ezzel, vagy érdekel, vagy csak a hagyományos orvoslás? Én nem különíteném el, hogy alternatív, meg nem meg hagyományos. Én azt mondom, hogy ami működik, annak mindenképpen helye van, és ide beletartozik, igen, hogy az emberi psziché, a stressz, az nagyon sok betegségre befolyással van, és azt gondolom az, hogy ilyen éles árok alakult ki a kettő között, az mindenképpen nekünk orvosoknak is a felelőssége, hogy nem foglalkozunk kellően a betegek lelkével, hanem tényleg csak a testi dolgokat nézzük, és akkor már jön be a következő, és sokszor úgy távoznak a betegek, hogy hát meg se hallgatott, meg se kérdezte, mi a probléma. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ha ezen változtatnánk, akkor nem lenne ilyen éles határvonal, és nagyon sok olyan van, ami működik, például relaxációs technikák. Tehát nagyon sok betegség tényleg pszichés eredetű,
de ugyanide tartozik például az anyai gyógypuszi is. Tehát azt sem mondhatnánk, hogy ez egy hagyományos nyugati orvoslás, de működik, és ide bele tartozik. Oké, Hunor, hát köszönjük, feljük a Norbit, és akkor majd hírek után beszélünk vele. Jó, köszi, hogy elmondtad ezeket. Sziasztok, jó köszönjük, rádiót! Köszönjük, doktor Novák Hunor. Köszönjük szépen. Hát az anyai gyógypuszi, te is mindig mondod a Mólinak, hogy nagyon fájt a köldököd alatt, nem? Így van, és egyre extrémebb helyekre adatok. És jobb is, ugye? Na mindjárt felhívjuk Norbit, Ákos híre után. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban. A Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM. Háromnegyed nyolc, múlt pontosan 3 perccel. Érdekes volt ez a beszélgetés Hunorral, közben annyi minden más hall az ember, meg mást olvas, és nagyon sokszor hallasz olyan gyógyulásokat, ahol egyszerűen csak megváltoztatták a táplálkozást, eltolták rugos irányba, kizárták a cukrot, az állati fehérjét, rengeteg mindent, és hallasz olyat, aki meggyógyult, nyilván nem mindegy, hogy milyen stádiumban kapták el a rákot, persze ettől függ. Köztudottan citrom, hogy gyomorévérben lugosít, ahogy az is, hogy vannak rákos sejtek, amik lugos környezetben elpusztulnak. A dokinak a kemény üzlet meg a gyógyszerészek írta nekünk egy másik orvos. Ki ez az ostoba doki? Kérdezi egy hallgató. Szemem láttára, szintén egészségügyben dolgozom, gyógyulnak meg a rákból alternatív módszerekkel, a citrom pedig tényleg lugosít. Ezt mondjuk a doki is elmondta, igen, hogy igen, ő ebben hisz. A végén elmondta, hogy ő nem húzna egy éles határvonalat a hagyományos meg az alternatív gyógyászat közé, mert szerinte van olyan, ami működik, és van olyan, ami nem működik. Igen, a rák nem egy betegség, hanem sejtosztódási folyamaton bekövetkező hiba, ezért gyógyszer klasszikus értelemben vett soha nem lesz rá. Az egyetlen megoldás a hibás sejtek elpusztítása, az osztódás korlátozása, írja nekünk egy valószínű szintén doki. Egy orvos családból kaptunk SMS-t, citromos gyomorlogosítást a főváros majdnem összes belgyógyászata ajánlja, magam is eredménnyel használtam, egy orvos család hozzátartozója írta. Szóval, hogy teljesen más. Hát a citrom lugosító fura, de így van, nézzetek utána hiteles forrásból, gyomor égésre, savtúltengésre, dokiként én is ezt szoktam tanácsolni. Aha. Na, igen, ugye? De a beszélgetésnek az elején te is elmondtad, hogy a vérlogosítása meg a gyomorlogosítása között azért egy az más, különbség. Más, az egyik édesned, a másik persze van. Meg a vérad, vért nem lehet lugosítani. A gyomorlogosítás az működhet. Persze. Na, mindegy. Megkérdezzük akkor Norbit erről, már nem a gyomorlugosításáról, meg a vérlogosításáról. Norbi, hello, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok, hello. Köszönöm a kedves hallgatókat, szép jó reggel. Mindig kevered magad körül a dolgot. Mindig beletenyelsz. Nagyon ügyesen csinálod, mert hogy tulajdonképpen tényleg mesterien űzöd ezt. Hogy kell felkavarni, ha van egy kis állóvíz egy hétig, aztán megosztani valamit. Na mi van, hát orvosira igen. Pályázol? Vagy most mi van? Dehogy pályázom orvosira. Nem. Figyelj, a dolog marha egyszerű. Ki kell tölteni az oldalamat tartalommal. Meg szoktam osztani rajta érdekes, meg vitaindító cikkeket. Ahogy ezt is megosztottam, mint egy érdekességet. Úgy megosztom, teszem azt mondjuk a diétázók kedvencét, a felhőlángost, mégsem foglalkozok felhőlángos gyártással. Tehát én azt gondolom, hogy ha azt írom ki egy posztba, írok egy rendes posztot, ajánlom, hogy Norbi, hogy én azt gondolom, hogy ez a rák ellenszere, hát azt gondolom, hogy egy nagy felelőtlenség. Tehát ilyet nem tehetek meg. De az, hogy fórumozók elvitáznak a világban megjelent cikkeken, annak szerintem egy életmód portálon mindenképpen van helye. Nem érzem magam semmilyen szinten arra elhivatottnak, hogy én bármilyen szinten is betegségekkel foglalkozzak. Én a fogyással foglalkozom és a cukorbetegség megelőzésével. Azt gondolom azzal elég nagy sikerrel. Ezt meg maga az orvos is elismerte. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel foglalkozom. Most azt lehet, hogy félreértelmes lehet magyarázni, hogy azért, mert megosztok egy cikket, ezért így meg úgy meg olyan vagyok. Én azt gondolom, ezzel naponta az összes női portált is nyíltevelekkel támadhatnák, mert ugye akkora hülyeségek jelennek meg a cikkeken, ez a fogy 5 kilót 5 nap alatt című rengeteg hülyeség. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy kicsit egy felfújt. Na jó, de azért azt odaírtad alá, hogy mindig mondtam, hogy a legnagyszerűbb dolgok a legegyszerűbbek, íme itt a bizonyíték. Tehát kvázi tulajdonképpen egy riposztcikket használtál te arra, hogy azt mondtad, hogy itt a bizonyíték. Hát ha nem kommenteled, talán nincs is ebből ekkora balhé, nem? Hát én azt gondolom, hogy azért, mert dicsőítjük a citromot meg a C-vitamint, attól még nem azt jelenti, hogy azt állítom, hogy ezzel bármilyen fajta betegség meggyógyítható. Biztos, hogy vagyok benne, hogy a nagy dózisú C-vitaminnak óriási
szerepe van az egészséges életmód mellett a különfajta betegségnek a megelőzésében és a testi immunrendszerének a fejlesztésében. Na de nem a ráknak az ellenszere. Biztos, hogy nem. Tehát biztos, hogy nem. Tehát nem is azt írom, hogy a ráknak az ellenszere. Hát de azt írja, hogy itt a bizonyíték, és ugye a cikk maga meg azt írja, hogy ez 10 000-szer hatékonyabb, mint mondjuk a kemoterápia. Tehát ha én a másik oldalon állok, akkor ez eléggé összecsengő. Hát nézd, így is lehet, meg úgy is lehet értelmezni. Én azt gondolom, hogy mindenképp egy vonzó tényező felkapni ezt a szót, hogy Norbi, és akkor csinálni valamifajta kis médiabalhét, mert rengeteg klikket fog kapni, meg rengeteg olvasottságot, tehát ezzel lehet dologni. Ez szerintem pont akkora belemagyarázás, mint amikor, nem tudom, azt mondták a Balázsra, hogy ő megalázta a Gördög Nórát, én olvastam a cikket, nem alázta meg Gördög Nórát. A Forbes cikkre gondolsz? A Forbes cikkre olvastam, igen. Tehát nekem az jött le a szavaidból, hogy a Nóra az véresen profi, bármikor fölkeltik hozzá a karaktert, pont. Tehát én nem láttam meg. Valóban nem aláztam meg. Tehát így van, a klikkeléssel sok-sok cikket átalakítanak, meg olyan címet adnak neki. Tehát ez, hogy megalázta Dördög Nórát, ez egy nagyon jól eladható. Aki elolvasta a Forbes cikket, az szerintem nem így gondolja, mert elmondtam, hogy vannak bizonyos műsorok, ami például Nóri nagyon jó, és álmából fölkelted, és úgy elmondja a telefonszámot, hogy az döbbenet, de más típusú műsorokra az ő személyisége nem biztos, hogy való. Tulajdonképpen ezt mondtam, ebből az lett, hogy én megaláztam. Nem aláztam. Nyilván te is górcső alatt vagy bármi, amit megosztasz. Igen. Hát figyelnem kell, hogy miket osztok meg, úgy látszik. Az hát ez igazság, nem mindig sikerül. Nem mindig sikerül. Szerintem Réka fürdőruhás képeivel operálja, ahol nincs baj, azt mindenki szereti, sose. Mondok én nektek valamit, 2004-től egész 2014-ig ösztüzes sarlatán támadás alatt voltam a szénhidrát csökkentő ideológiámmal, és az elmúlt 2 évben pedig ez az elfogadott irány, mindenki ezt utánozza, mindenki ezt csinálja, erről jönnek meg a publikációk, tehát most tényleg kellett már valami más találni, hogy valami ügyet találjunk, hogy engem cseszegessenek. Tehát én azt gondolom, hogy nem fog semmilyen szinten publikálni semmit a gyógyításhoz, semmi közön hozzá, tehát egy dologhoz értek az életmódváltáshoz, a táplálkozáshoz, azon belül leginkább ugye a szénhidrát csökkentéshez, ezzel foglalkozom. Mondom, be lehet magyarázni, hogy én ez egy állásfoglalás, nem egy állásfoglalás. Én annyi bolond cikket megosztottam már az interneten, és mások is nagyon sok bolond cikket megosztanak. Amit én rettenetesen érdekesnek találok, az, hogy Magyarország 2 legnagyobb Facebook oldala, ugye az enyém meg a Tibi atya. Tehát nekem a Tibi atya? Nem, Tibi atya. A Tibi atya, és tulajdonképpen ugye az egyik oldala a fogyókúrával meg az életmódváltásra foglalkozik, a másik pedig ugye a alkoholizmusnak a vicces elfogadtatásával. Ez azt jelenti, hogy az ország 2 dolgot csinál, fogyózik, mert ha nem sikerül, akkor berúgnak. Tehát én nagyjából ezt látom. Te is mondjuk egy picit leegyszerűsített a dolgokat. Igen. És nekem velük sincsen sem bajom. Én nekem addig a pontig senkivel semmi bajom nincsen, ameddig nem talál meg magának engem. Tehát én azt gondolom, hogy a Facebook az nem a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos weblapja, tehát ha valaki onnan tájékozódik, az mindenképp csak egy olvasat. Aki bajban van, és mondjuk a te lájkolód vagy rajongod a Facebookon, ő nem biztos, hogy föltéved az MTA tudományos oldalára, viszont viszont azt mondja, hogy figyeljetek, hát a Norbi osztotta meg ezt a cikket, én eddig hiszek a Norbinak. Jó, kezdett kellemetlen lenni? Mi van? Menekülti atya bontotta. Na mi van? Elfutottál? Így van, rászakadt Rékára az 50 kiló. Mi van? Rajtad maradt a 20 kiló fekvenyomás közben, Norbi. Na szóval lényeg azért annyi még, hogy ha nem mész el mondjuk orvoshoz azért, mert azt mondta a Norbi. Ha mindegy, Feri, hagyd, hát látod, ott fut a gyáva. Hát ha még hallgatja. Itt vagy Norbi csávon? Megszakadt a vonal, itt vagyok, igen. Szóval azt gondolom, hogy aki bajban van, és nagyon sokan sajnos Magyarországon rákosak, nem hiszem, hogy egy diétával foglalkozó Facebook oldalról fog tájékozódni. Mindenkinek azt javaslom, hogy forduljon onkológushoz, és
és talán párhuzamosan mindenképpen azért nem árt, ha odafigyel mondjuk az életmódjára, nem árt, ha odafigyel azzal, hogy a rákos megbetegedéseknél radikálisan csökkenti mondjuk a szénhidrát fogyasztást, azt azért tudjuk. Azt is tudjuk, hogy azért az inzulinnak, mint növekedésszerű hormonnak van tumorképző hatása. Azt is tudjuk, hogy a glükóz a sejtek legfontosabb tápanyaga, és a rákos sejtek 30-szor több glükózt vesznek föl. Tehát ez valami köze van az életmódnak mindenképp a rákos megbetegedésekhez, de ez nem az én asztalom. Én is csak olvasgatok, én is csak figyelgetek, aztán várjuk. Sajnos az orvostudomány nem tudja még a rákot gyógyítani. Így pontosan azt sem tudja, hogy mivel nem gyógyítható, és hogy mivel gyógyítható. Szóval itt még nem tudom, hogy kinek az érdeke ez, hogy ezt nem találják meg. Biztos, hogy meg lehetne már ezt találni, lehetne erre megoldást találni, de mondom, én ezt nem vállom föl, és nem állok bele abba, hogy én leraktam a voksomat bizonyos betegség gyógyítása mellett. Egy dolgot egészen biztos tudok, hogy az inzulin rezisztenciát, a kettes típusú diabéteszt, a magas vérnyomást, a rossz koleszterin szintet, az elhízást, azt mindenképpen rendszeres mozgással és szénhidrát szegény diétával lehet gyógyítani, megelőzni, és azok az elvek, amit 10 éven át ellenem felhoztak, hogy a zsírszegény diéta és a kalóriacsökkentés hozza meg a megoldást, azok szép látványosan megdőltek, mégsem mondta senki, hogy gratulálunk, Norbi. Mindig kihúzod a gyufát, hát mindenki ellenet fog össze, mindegyik. Hát én csodálom, hogy nem tettek el láb alól konkrétan. A Dietetikusok Országos Szövetsége, vagy nem tudom, már rég meg kellett volna, hogy jöjjön téged. Mert dinamikus helyváltoztatás van, profi. Döbbenet, hogy te még életben vagy, Norbi. Igen. Ők még mindig a zsírszegény diétánál tartanak, egyébként meg a kalória csökkentésnél, csak azzal ugye senki nem foglalkozik, hogy mondjuk magát a kalóriát, mint mértékegységet, amikor feltalálták és elkezdték publikálni az emberek számára, akkor azt meggyújtott élelmiszereknek a leadott hőérték alapján számolták ki, csak hogy a testünkben ilyen gyújtogatás nem történik, igen. És ilyen jellegű égés nincsen. Tehát, nem mondj többet, nehogy megint nagy bajba kerülj. Igen, nem mondok. Nem mondok. Nehogy aztán délutára megint bajba kever magad. Inkább jól van, Norbi, hogy Rika Popsia még mindig Gellert kap a 762-es acélmagvas lőszer. Igen, sajnos, úgyhogy ezzel vigyázzunk kell, még mindig szörnyen kemény a sagy, úgyhogy én megtörekszem. Norbikám, köszi, megszólaltatuk a másik oldalt, az így korrekt. Köszi neked, ciao. Ölelek minden. Hello. Gyerekek, elmondom nektek, hogy aki most a legjobban örül és tapsol és újongat, az a Molnár Miklós. Igen, a riposztnák, yes, úgyhogy kedves Miklós, 1177-30-30, OTP és a bankszámlaszáma, a második 8 számot elküldöm neked SMS-be, legyél szíves, egy szabad szemmel látható nagyobb készpénz összege hozzájárulni ez az egy órás beszélgetés. Vagy tényleg komolyan. Az internetből élünk, de hogy ő most kibontott egy 50 000-es Moja pesgőt és a levegőbe csapott. Abba is biztos vagyok. 1 millió Norbi, 1 millió Tibi, atya, 2,5 millió Klasszefen, ki van még ebben az országban? Nem vagyunk gyerekek. 1 millió Almannak, ezeknek nem fizettem semmit, mégis többet beszélnek. Igen. Miklós, az a szó, amit magadba keresel, az a köszönöm. Egyrészt, kettő, hogy ezt nyilván fogjuk majd forintosítani, ha találkozunk. Így van, a csemeg ajándékosokat és hidegtálatokat várjuk az ülés százkét. Jó lesz a kes, adjad majd, Na jó, 8 óra pontosan játszunk, mindjárt egy mikrofon órát, jó, de ne csúszunk meg, nagyon hírezünk, reklámozunk, aztán ezt most kivételesen majd de óraindítóként lejátszok, úgyhogy itt vagyunk mindjárt. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban. A Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM. A legjobb. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra után vagyunk pontosan 14 perccel. Hello mindenkinek, jó reggel, drága hallgatók, itt vagyunk. Azt mondja, hogy Ferő erre megy a magyar, veszíteni csak nem akar. Várott minket hideg műfű, eláldogál Olzen csúfú. Nem teljesen értem. De hát én olvastam rosszul. Hánykor van ma? 9 óra? 9 óra. Igen.
Hát 20-45. 20-45, hát még azt hiszem. Az pontosan. 9-kor indul. 9-kor indul. Még egy perc. Az MM100 közül az M4-em, tehát már nehéz őket megtalálni, annyi embetű van, de akkor nézzük. Nézzük majd és drukkolunk. És szurkolunk, hogy Hajdú B legyen. Nem, vagy a Gundi, vagy bárki jön, akit szeretünk és ismerünk, igen. Budakeszin nem csak az utat csinálták meg a lakók, de a vezetékes vizet is, mégsem lett belőle hír a rádióban. Na, az tessék, hát most kivettünk aztán. Nem, mert a 133-os kilométernél mindkét irányban mérnek. Ezt Tamás küldte nekünk, köszi. M0-as, M3-os felé brutál szivárvány. Nagyon szép. Jó, hát ezt, aki hallotta, nézzen fel. Mi el tudjuk képzelni. De köszönjük. Óriási baleset az M1-esen Pest felé, a 123-os kiárónál. Egy autó a szalagkorlátnak csapodott, alakul a dugó. Szeretlek, Babó, jött az SMS. És Budai-Pesti alsó rakparton kiválóan lehet ma reggel haladni. Köszönjük szépen. SMS-ed nem jött? SMS-em nekem? Igen, utalásról. Igen, Ó Molnár Miklós. Ja. Igen. Nem, még egyelőre nem. Na, játszunk akkor, mert hogy ez elmaradt, mielőtt mennénk tovább, mert van egy 3-4-8-as játékunk, de azt most elhagytuk, mert hogy Doki kontra Norbi összecsapás volt, és hát nem tudom, hogy okosabbak lettünk-e bárki által. Nekem ez a legnagyobb bajom ezekkel a beszélgetésünkkel, hogy valahova így le kéne szúrjuk azt a rajszöget, érted? Amire így belekapaszkodsz, és azt mondod, hogy na ez a tuti. Mert most megint nem tudod, hogy akkor kell C-vitamin, nem kell. Most mi van a savas lugosra? Biogabi itt volt, azt mondta, pisi rá egy lakmuszpapírra, és megnézed, hogy milyen a szervezetet pH-ja. És de akkor tudsz egy kicsit lugosítani. Látni akart a cerkát. Lugosítani vagy savasítani. Erre jön egy doki, aki azt mondja, hogy nincs olyan lugosítás, savasítás. Na. Gábor, aki élelmiszeripari mérnök, de azért lehet a szervezetet lugosítani, meg tudod nézni, mennyi a pH-t, fogja egy papír, pisi rá, amilyen színe van, ahhoz képest megnézed a skálán, hogy akkor most nagy-e a baj, vagy nem. Most akkor mi van, érted? Mm. Az nincs. És íros kenyér, lila hagyma, ágyas pálinka, nem? Hát most érted. Vissza gyökerekhez. Jó. Na jó van, hát mindegy, meglátjuk. Játszunk egyet, jó? Itt van már is a játékosunk. Visszafelé beszélünk. Művészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Halló, jó reggel. Sziasztok, Ikin vagyok. Ó, Niki, hello, ciao. Hello, már nagyon rég várok. Igen? Igen. Ha már ott voltál már a hírek előtt, gondolom, csak megcsúsztunk egy picit. Igen, úgyhogy most már az izgalmi állapotban a tetőfokokra hág. Az mindig jó. Honnan hívtál minket? Magródról jelenleg, egyébként Gyálon lakom. Na, nagyon cukit írtál, drága Morning Show, nagyon szeretnénk játszani, mint mond Dórát, minden reggel veletek indítom a reggelt 7 éve. Igazán szeretnék már egy bögrét tőletek. Nagyon tetszett Bali pillangos ingel szombat. Igen. Remélem november még nem a vég, sok embernek okoztok örömet, bánatot. Na, hát meglátjuk. Meglátjuk, hogy bánatot mi a vég. Bánatot is okozunk tényleg? Hát amikor olyan téma van, hogy az ember elsírja magát, mert olyan megható, akkor igen. Ja, hát szokott olyan is lenni. A nagy bánatot nem mi okozunk, hanem az NMHH. Ne bázd őket, megrendelésre dolgoznak. Na, csak hozott anyagból. Így van. Szeretjük mi őket, nincs velük baj. Persze. Lávjó napsugaraim, írtad Niki. Na figyelj, Niki, van egy országunk, egy híres emberünk. Hú, de jó a mai híres ember. Ú, de te raktad be, Zsül? Biztos nem. Szólásmondás és egy tárgy. Hát nem tudom, vagy a tárgy, vagy a város között. Híres ember, ma nagyon jó. Jó, akkor legyen már nagyon jó a híres ember, apropója van. Fogalmam sincs, hogy milyen okból. Akkor legyen, amit szerettél. Híres ember. Na. Jó, de hogyha nem fogom tudni, akkor mi lesz? Akkor semmi. Mennyivel van nagyobb esélye, hogy tudod a szólásmondást, vagy az ország? Semmivel nincs nagyobb esélye, semmire nem tudni a feladvány. Akkor legyen a híres ember. Ma jó, ma az nagyon jó. Na, okay. Haladjunk már. Igen, lassan elbalag a gyerekem az iskolában, azt hát még látni akarom. Na figyelj, indítjuk az órát, jó? Azt mondja, hogy hallgass meg. Leinád edöbb. 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 Mondtam én, hogy Böde Dani, hát ennek ma apropójában játszunk a Ferőer szigeteken. Igen, így már értem. Látod? Milyen rendesek vagyunk. Ó, de jó, nagyon örülök, köszönöm. Na, hát akkor küldjük a csomagot. Megvan 7 év után a bögréd.
Igen, már nagyon vártam, mert nagyon sokszor próbáltam jelentkezni, de még nem sikerült. Na, hát előbb-utóbb sikerül. Igen, köszönöm. Köszi, Niki, puszilunk, mi is örülünk, hogy minket hallgatsz. Ciao, hello, 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 hello. Hűvös Völgyi út szokásos dugót ünnekülte nekünk. Na, mi pedig már is megyünk tovább, mert hogy vendégeink vannak, és mondjuk meg őszintén, ami a legnagyobb öröm számunkra, hogy időben itt van. Hárman. És mind a hárman erre, amikor elindul a megszólás, már 10 percet végigüli, majd az egyikük elrohan. Hát miféle világ ez? Megjött hozzánk a tankcsapda, hello, jó reggelt! Laci ki is rohant. Ciao, hello, van itt, van, itt van mindenki. Nem is kérdeztünk senkit, már menekülsz, vagy semmi. Várjatok, mindenki beadunk. Mond. Mondom, megsértődött, hogy nem ő volt a híres emberben. Ja. Azt mondták, hogy aktualitásom alatt, hogy már kihúzta magát, és bödét behúztál. Böded, ami igen. Nézzétek már a meccset, foci rajongással, mi a helyzet? Majdnem mondtam valamit, szavaztok. Ciao, hello, hello, Laci, neked is. Nem bödére, nem mernék semmit mondani, mert zsíros kenyér lennék tőle, akit oda csapnak a földhöz. Másképp mondják őt, csak szó, de... Néztek focit? Igen, igen, persze, nyilván hát a magyar válogatottnak azt gondolom, hogy minden normális gondolkozás vagy érzelmű ember szurkol ki jobban, ki kevésbé a habitusától függően, de azt gondolom, hogy egy nem csak a foci válogatottra gondolok itt, hanem egyáltalán a magyar sportra. Most azért ez a nyarunk elég hát, jó. Hát kivéve a Puzsért. Puzsér nem néz focit? Nem, hát szerint a sport az egy teljesen felesleges, értelmetlen és öncélú dolog. És semmi haszna nincsen belőle az országnak. Jó, de milyen igaza is van. De tudjuk, hogy haragszik a világra. Na, hát örülünk, hogy itt vagytok, örülünk, hogy mind a hárman itt vagytok, és nem messziről ezek szerint, mert a múltkor erre ragadtatok egy óriási dugóba. Most Pest környékéről érkeztetek? Igen, most rutinosabbak voltunk. Na. Nem akartunk úgy járni, mint a legutóbbi alkalommal, úgyhogy Tomi és Siri Pestről, tehát innen közelről, pár utcáról, én meg Gödöllőről leszállt. De Tomit most letiltottátok, mert a múltkor ő beszélt egy fél órát. Nem. Mondtok neki, hogy az első 23 perc az tabu. Ennyi. Számoltuk, hogy legutóbb annyi volt. A Tomival készült interjú legyen a következő album a Rejtett Track. Igen. Na, apropója van annak, amiért mi meghívtunk benneteket, mert hogy dupla feldolgozás album. Segítsetek egy picit, hogy ez pontosan mit jelent. Ezzel jelentkezik ugye novemberben a tankcsapda zenekar, de erről már most tudunk beszélni. Dupla feldolgozás album. Ki dolgoz fel kit? Itt igazából úgy néz ki a történet, hogy két korong lesz ezen a lemezen, és az ezért egyiken... Ezért dupla, ugye? Ezért dupla, pontosan. Lényegében ennyi. Én meg is vagyok. És az egyik oldalán mi dolgozunk fel nagy kedvenceinket, a másik oldalán a lemeznek, ezt de szépen mondtam, tehát a másik korongon, pedig minket dolgoznak fel mai, most aktívan működő zenekarok. Ez nagyon jó, mert akkor csak egyben. Ennyire hülyén nézek. Fura volt. Azon gondolkoztam, hogy ez milyen jó, mert dupla album, de csak egyszer dolgozik az ember, nem? A többit megcsinálják a többiek. Persze. Hát, hogyha én mondjuk visszaássuk egy picit ugye a múltatokba, meg a saját agyamba, akkor én egyedül talán a Coffin Break feldolgozásra emlékszem. A Csak Nekedre. Ti nem nagyon csináltatok még semmi ilyesmit ezen kívül. Nem, az igazság az, hogy az is egy olyan dal, amire te emlékszel, és szerintem nagyon keres tankcsapda. Nem én mondtam. Nem, egyébként valóban a tankcsapda nem a feldolgozásairól volt híres. Nagyon sok dalt publikáltunk, saját dalokat. De ez egy elég régi terv volt már, vagy elég régi ötlet volt, hogy csinálni kéne egy olyan lemezt, ahol megmutatjuk azt, hogy mi milyen gyökerekből táplálkozunk. Hát meg a Metallicának is van. A Metallicának is van, meg egy csomó más zenekar is csinál, már rengeteg feldolgozás, nyilván ez egyáltalán nem egy új dolog, de mi azt gondolom, hogy ezt az egész dolgot egy picit tankcsapdásítuk, sőt nem is picit, ugyanis ezen a bizonyos dupla albumon, azon a korong, amin mi játszunk, általunk tisztelt, ismert és nagyra tartott zenekarokat egy-egy dal erejéig, nem csak egyszerűen eljátszunk dalokat, hanem ez inkább egy átdolgozás album, egy olyasfajta feldolgozás lemez, ahol a dalokból igyekeztünk legalábbis a saját szánkéze szerint tankcsapdás dalokat faragni. A Sandy dalból nehéz igen. Volt a gitárokat alá tenni. Igen, nagy csaták voltak, hogy Dolly-ról legyen, vagy Ergo. Azt hiszem, birkoztunk a próbahelyen. Nem, de te igazából mondom, nem arról van szó, hogy nyilván olyan zenekarok az országban számtalan helyen játszanak, kisebb-nagyobb bandák, kevésbé ismertek, vagy ismertebbek, akik egy-egy zenekarnak, vagy egy-egy stílusnak a dalait igyekeznek a lehető legjobban, ahogy ők mondják, interpretálni, magyarul előadni egy-egy minél jobban az eredethez, minél jobban megközelítő formában. Mi ennek pont az ellenkezőjét csináltuk. Egész egyszerűen fogtunk 13
dalt, és ezeket elég jól átalakítottuk. Én azt gondolom, hogy aki meghallgatja, majd egy csomó olyan dal találra, vagy egy csomó olyan dal lesz, amit szerintem a mai fiatal srácok vagy lányok az eredeti talán nem is ismerik, talán majd ennek hatására alaposabban is meghallgatják. Mi a korszak? 80-as évek? Nem, nincs korszakbeli. Nem akartam. Nincs korszakbeli megkötés. Igazából a... Jó, de ha az ember azt mondja, hogy a kedvenc zene Karai az annó egy kicsit nekem, tehát hogy az 20 év, vagy 20 évvel ezelőtti zenekarok, nem? Vagy erre azt is mondjátok, hogy csak tavaly... Vannak benne még régebbiek, meg vannak benne frissebbek, aha, és mondjuk van benne mondjuk kortárs zenekar, és a Tankcsodához képest kortárs, mondjuk a Kis Pál és a Bolz, de van benne mondjuk Illés is, ami meg a 60-as évek végéről számozó dallal van ezen a lemezen. Úgyhogy azért mondom, nincs ilyen szempontból, nincsen korszak. Sokkal fontosabb volt az, hogy megmutassuk azt, hogy a Tankcsodának milyen fajta hatásai, gyökerei, vagy olyan zenei dolgai voltak, vagy vannak, amiket egyébként kedvelünk, meg szeretünk. Nem beszélve arról, hogy ez egy olyasfajta izgalmas zenei utazás is volt számunkra. Nagyon élveztük csinálni ezt a lemezt egyébként, mert olyan dolgokat is megtehettünk a feldolgozások kapcsán, hangszerelési, vagy egyáltalán bármilyen ilyen értelemben véve, ami talán egy saját albumnál, egy saját dal készít, és akkor nem biztos, hogy megmernénk tenni. Most viszont szabad volt a gazda, úgyhogy azt gondolom, hogy ha valaki kíváncsi izgalmas lemezre, tényleg a szó legszorosabb értelmében, azok számára ezt mindenképpen lehet ajánlani. És akkor a kettes korongról, ami meg egy csomó mai aktuális zenekar játszik Tankcsodákat, még nem is beszéltünk. Tehát végre még van szintén. Igen, csak azért elárulnék, igen, bocsánat, hogy Skót Duda is hallható ezen a lemezen. Csak ő mondta, Laci, hogy most kicsit bátrabbak voltunk. Mi nagyon benyomtatok, és valaki behozta, vagy nem? Szélirányosan. Találtak tegnap lent a széverbe, hogy nagyon jól szól, valahogy tenyésben. Amikor Tamás Kóciában jártunk, valaki nélkül járakott egyet a backstage-ben, tudom, ez nagyon jó szól, ezt valahogy tenyésben. Na hát azért egy nagy nevek vannak, Omega, Pokolgép, Ossziá, Hobo, Korál, Edda, Illés, Charlie, igen, amit ugye említettünk, Kis Pál és a Borz, Bonanza, Beatrice, tehát hogy azért, ahogy Feri is mondja, egy bizonyos korszak, mondjuk leszámítva tényleg a Kis Pált, vagy hát ilyen 80-as, 70-es, 80-as, évek 60-as, de azért nagy nevek. Van, aki nemet mond, vagy egyet, ez hogy van? Megkeresítő őket, figyel, feldolgozik egy dalt. Oké, nagyjából így kell elképzelni, vagy van ennek egy hivatalos menete? Sok mindenki még nem tett le a 23 perctól. És meg még nem szólalt meg. Szeretem a társaimat. Szóval a lényeg, hogy mi is meglepődtünk, hogy milyen nyitott volt mindenki. Aha. Azt gondoltuk, hogy sokkal ilyen szájhúzogatós, hogy Tankcsapda, meg mit tudom én. Abszolút. Horváth Attila, aki például büszke arra, és egyébként a szakmába elterjedt róla, hogy minden szöveget, amit megírne, semmilyen szinten nem engedi, hogy hozzányúljanak, belenyúljanak, mert egyébként tudni kell, hogy ez a feldolgozás új feldolgozás, hogy Laci a szövegekbe is belenyúlt, tehát mindenféleképpen tankcsapdásítottuk, illetve olyan szófordulatok vannak benne, ami maibbá teszik ezeket a számokat, tehát sokkal mai fülle jobban hallhatók ezek a nóták, és a Horváth Attila megmondta, hogy egyébként soha nem szokott ilyenek dolgokba bele menni, de a Tankcsapda esetében kivételt ezt el, és azért nekünk például egy óriási nagy elismerés, hogy azt mondta, hogy a Kollacinak megengedi, hogy belefaragjon, de hogy őként ugye el tudunk mondani a Földes Laciról is, hogy például ő se szokta ezeket engedni, és ő is megengedte ezeket a sztorikat, hogy belefaragjunk a dolgaiba. És egyébként ezt tényleg, hogyha belegondoltok, hogy ez mindenkinek a saját gyerekeként apostrofáltak ezek a művek, dalok, szövegek. Ezért ez egy nagyon dolog, hogy azt mondják, hogy itt van srácok, vigyétek, csináljátok, örülünk nekik. Felhívtam a múltkor a Ferót, hogy készen lett a nóta, meg akarja hallgatni. Feró mondta, hogy menj már francba. Menj már francba, nagyon be vagyok most nyomva, hagyjál már végig, hallod. Csak lényeg rajta, bazd. Mit mernék én mondani a Tankcsapdára, meg ilyenek. Szóval mindenki, szóval tényleg abszolút köszönjük szépen mindenkinek a hozzáállását. Teljesen le vagyunk nyűgözve, hogy ilyen szinten szerették azt, hogy mi ezt csináljuk, ezt a dolgot. Na, hallgassunk bele egybe, aztán majd beszélünk arról, hogy benneteket ki fog feldolgozni, mert azért sok mindennel készültünk, úgyhogy belehallgatunk egy picit akkor egy dalba, nyilván nem végig, csak egy kis ízelítő. Ez egy dal rész tulajdonképpen, és ez exkluzív dolog, mert ezt még senkinek nem mutattátok, ti sem is. Ez a Mindenki valakié, ebből egy pici kis részlet, hát úgymond Tankcsapdással meghallgatjuk. Rendben, nem ez a baj, belül van a szőrzavar. Ha ez így marad, az nem lesz jó. Nincs út visszafelé. Nagyon menő, nagyon menő.
Charlie tankcsapdással, ami nagyon más, de ugyanakkor nagyon jellegzetes, hogy mennyire tankcsapdás lesz egyből egyébként, ahogy énekled, vagy amilyen a zene, vagy az alap. Hát egyből teljesen átalakul. Néhány féli meddig elkészült, mert azt hozzáteszem, hogy ez még nem a végleges verzió, de a keverés értelemben véve, tehát ez most egy ilyen munkakópia, de arra már mindenképp alkalmas volt, hogy ezt a kis részt megmutassuk nektek meg a hallgatóknak. Szóval mutattam néhány ilyen féli meddig elkészült dalt ismerősének, és mindenki mondta, hogy egyébként, ha nem tudnám, hogy ez egy valamilyen korábbi szerzőnek vagy előadónak a dala, akkor azt nem, hogy tankcsapda dalokról van szó. Igen, ahogy és igazából ez valahol cím is volt. Tehát, hogy abszolút tankcsapdássá válik, vagy ugye a kezed alatt, a kezetek alatt, tehát döbbenet a gitárív, tehát azonnal tök más értelmet kap a dal, pedig nagyjából ugyanaz, ugye? Teljesen. Én azt gondolom egyébként, hogy, és erről régebben beszéltünk még korábbi sok-sok évvel ezelőtt, vagy éveken át különböző egy-egy új tankcsapdalemez kapcsán, hogy mitől lesz egy dal tankcsapdás, vagy milyen dalok mennek át a saját szűrőnkön, és rendszeresen elmondtuk egy időben, hogyha mi a boci-boci talkát elkezdenünk játszani, hárman az is tankcsapdáson szólal, mert egész egyszerűen így kezeljük a hangszereinket, ilyenek a hangszerekhez való hozzáállásunk, így szólal meg a zenekar, nyilván az énekhang is egyfajta mérvadója ennek, úgyhogy nagyon remélem azt, sőt nem csak én, tehát nagyon bízunk abban, hogy mások is azt gondolják majd, amit mi gondolunk, hogy ez egyébként egy jó tankcsapdalemez, azzal az apró különbség, hogy ezeket a dalokat korábban már megírták mások. Gíri, egy hallgatod, nagyon jó, hogy meghallgattam tőletek azért a Jolly meg az A8-as. Jön a Jolly az A8-as. Kell venni a lemez. Egyébként az nagyon fontos, hogy szerintem nem ez a legbetegebb. Tehát ennél sokkal betegebb és sokkal durvább számoknak a nem kiforgatása, hanem az újraértelmezése van. Tehát azért erre nagyon komoly hangsúlyt fektettünk. Ez is jól meg van csinálva ez a szám, de mondjuk hogyha meghallgatsz egy Oszián dalt, vagy meghallgatsz mondjuk egy kis Pál dalt, akkor egy teljesen új értelmezés kap az egész sztori. Na mindjárt folytatjuk a beszélgetést, mert hogy benneteket is sokan feldolgoznak, ugye ezért dupla feldolgozás album, mert ugye a ti dalaitokhoz is hozzányúltak páran, akiket ti megkértetek, úgyhogy mindjárt jövünk a névsorra, illetve van még plusz egy bejelenteni való, ezt is elmondjátok. Ákos gyorsan elmondja a híreket, aztán jövünk már is vissza a tankcsapdával. 3:49 lesz, pontosan 3 perc múlva. Ákos elszórtan Záporzalaegerszegen már reggel óta szakad az eső, mint a Dézsából öntenék. Jó, hát Ákos a jövőt prognosztizálta, délután már elszórtan lesznek csak záporok. Igen, Szombathely, Veszprém tengelyben igen látjuk mi is, hogy szakad az eső. Zoli, tartsatok ki, de jön a jó idő. Itt már süt a nap. Na, azt mondja, gyorsan egy-két közlekedés, csak hogy azoknak tudjunk segíteni, akik úton vannak. Hatalmas dugó az M1-es, M7-es bevezetőjén. Reméljük azért ez, ahogy elindul az iskola, óvoda enyhülni fog. Kati küldte nekünk, Külső egy úton szintén szokásosan nagy dugó van, hatalmas forgalommal az M7-esen, a 133-as kilométernél mindkét irányban mérnek ráadásul, és van egy brutális szivárványunk az M0-ason, az M3-as felé, ezt nem Tom küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, a vendégeink továbbra is itt vannak, a tankcsapda zenekarral beszélgettünk, sőt mi több, hát bele is hallgattunk egy tankcsapda feldolgozásba, mert ugye, hogy dupla feldolgozás albummal jelentkezik majd a zenekar, erről beszélgettünk, az egyik korongon ti dolgozzátok fel a nagy kedvenceiteket, a másik korongon pedig benneteket dolgoznak fel, és ugye említettük, hogy akiket ti feldolgoztok, többek között Omega, Pokolgép, Oszia, Hobokorál és még rengetegen, és egy Charlie dalt meghallgattunk, ami valójában tényleg baromi tankcsapdás lehet, tehát aki nem ismeri az eredetét, vagy abban a korban van, hogy neki Charlie már esetleg nem mond semmit, és tőletek hallja, szerintem eladható egyértelmű tankcsapda dalként. Na, titeket ki dolgoz föl a másik albumon, vagy kiket kértetek föl? Nagy egymásra mutogatás, jó? Kőpapírólóval is eldönthetitek, Laci. Az volt, rám jöttek most, vagy rám esett most a választás, hogy én beszéljek erről is. Az a helyzet, hogy nagyon, nyilván a tankcsapdát rockzenekarként apostrofálja mindenki, és ez így is van rendjén, és éppen ezért kézenfekvő lenne, hogy megkértünk ismerős rockzenekarokat, hogy játszanak, vagy dolgozzanak föl tankcsapda számokat, mi nem ezt tettük. De ezt tök jól tettétek, az pont tök unalmas lett volna. Egy ilyen dolognak akkor van visszafelé. Ugye odafelé úgy van értelme, hogy mi a saját szánkéze szerint megcsinálunk mindenféle stílusú, meg mindenféle korszakból számozó dalt, és visszafelé is úgy látjuk értelmét, hogyha olyan zenekarok, olyan előadók dolgoznak föl tankcsapda számokat, reményeink szerint szintén a saját hangulatukban, a saját stílusukban, akik nem kimondottan rockzenét játszanak, vagy nem arról ismerszenek meg, hogy mennyire lehangolt a gitár, vagy mennyire zúzós a dob. Hozzáteszem, hogy ilyen zenekar is van ezen a kettes számú korongon, és akkor kezdjük mondjuk mindjárt az ő
nevükkel, mondjuk az Ektomorf például megcsinálta a Bárány című dalt, ami egy, hát igazán Ektomorfosak ismer a zenekart, meg Falkozott a Hőrgést, ezt pontosan tudja, hogy nekik ez nem okozol, hogy nekik egy, hát egy picit puha nekünk az a... Egyébként az a Bárány című dal amúgy se egy ilyen puha köcsüt dolog, de az Ektomorf verzióban meg még inkább zúzós, de egyébként ezzel a lemezen is akkor most megint a teljeség igény nélkül soroló zenekar neveket, Kovaszki, Megavega, Tóth Gabi, Majka, Alvin és a Mókusok, Hello, tehát nagyon-nagyon sokféle, tényleg a mai... Ők bögtek, tehát azt mondták neki, azt mondták neki, gyerekek, egyet választatok ki, amelyiket szeretitek, vagy nektek az egy élmény, vagy valamit akkor, jelent, akkor, dolgozzátok akkor fel. Akkor erre a kérdésre, hogy mondjam most el neked azt a választ, amire már hónapok óta készülünk, és akkor ezzel a lemez címét is eláruljuk. Ugyanis az történt, hogy amikor mi megkerestük ugye az általunk tisztelt és ismert és kedvelt zenekarokat, hogy csinálnánk tőlük egy-egy dalt, akkor ők azt mondták, hogy srácok, nyugodtan dolgozzátok fel az adott dalt. Amikor mi megkerestük ezeket a mai aktuális aktív zenekarokat, hogy van-e kedvük ilyesmivel foglalkozni, és ők azt mondják, hogy persze, hogy van, melyik számmal foglalkoznak, mi azt mondjuk neki, hogy dolgozzátok fel, amelyikhez kedvetek van. Ennek a dupla lemeznek a címe Dolgozzátok fel. És több értelme van, dolgozzátok fel. Na, szóval egyszerű, mint százalék. Hogyan elkérdeztem, mi hogyan elkérdeztem? Azt is hihetnék a hallgatók, hogy mi ezt megbeszéljük előre, pedig de... Böntöstél kint, kérdezd már. És a Flortól még ismertek tankcsapda számot? Figyelj, én azt mondom... A Flor még csak-csak... Ezt tőle kell megkérdezni. Ez már nagyobb kívás volt. Nem, egyébként nyilván ennek az egésznek van egy kicsit ilyen ennél magasztosabb... Nem is mondom, azt nem mondom, hogy üzenete, mert azt talán túlzás, de egyfajta ilyen hangulata vagy célja, hogy jó lenne, hogyha a zenét mindenki úgy értelmezné, ahogy egyébként eredetileg kell, hogy a zene az valóban mindenki a szószoros értelmében, és nem hiszünk abban, hogy stílusokra kéne bontani, vagy szegmenseket, vagy szegregációt kéne a zenében alkalmazni, hogy az az igazi, aki ezt hallgatja, aki azt hallgatja, ez nem igazi, ez a buta, ez az okos, ez a szép, ez a csúnya, egész egyszerűen csak vannak jó zenék, meg rossz zenék, vannak jó zenekarok, meg rossz zenekarok, mindenkinek az ízlésének megfelelően kereszt értelmezni, és mi arra gondoltunk, hogy ha lúd, akkor legyen kövér, és hogyha dupla lemezben gondolkozunk, akkor igenis legyenek olyan előadók és olyan dalok, pró és kontra mind a két lemezen oda-vissza, amik valóban felkelték már az emberek érdeklődését, a Dolgozzátok föl lemez cím nem véletlenül egy kicsit egyet. Ákosnak nem lehet, hogy könnyű dolga találni olyan dalt, mert nincs már csak D-dur meg ámol, mert azt le tudja fogni. Egyébként, a kamugitáros. Egyébként Ákos nagyon beválasztott, ma az Agyarországot választotta, tehát nem egy egyértelmű téma lesz, és nemrégen beszéltem vele, és nagyon komoly átdolgozaton dolgozik, ő is szanaszéjjel fogja forgatni a sztorit, tehát a Magyarország Ákostól az egy elég izgalmas. És itt a szövegbe is bele lehetett nyúlni. Így van, ugye? Tehát adhattad tulajdonképpen egy második jelentést tartalmat, hát, ha kell. Akkor, amikor leesett, hogy meg egyébként szól. Van egy olyan, hogy például a saját... Kicsit hívjuk Ákos vérét, de hangsúlyozom, ezt akkor is megteszük, amikor itt ül. Én nem röhögtem rajta. Mi Ákos nagyon megbajjuk, amikor itt ül, akkor is. De ő ezt bírja. Ákost kedveljük egyébként. Azt bántunk, akit szeretünk. Király. Tényleg, és az Ákos hogy dolgozta föl, hogy a kis Pállal együtt fog szerepelni? Egyébként ezt is megkérdeztem tőle, nem zavarja. Hogy érted? Nem lehetett olyan, nem kérte. Most sajtótájékoztatom, hogy egymást. Kellett volna promotálni, hogyha külön rakjátok őket egy-egy albumra. Tehát ez egyik, mondjuk az Ákos az egyik, a másik, és mindegyikben van egy-egy Kossuth díj. Kérdezi egy hallgatót, hogy Halász Judit könnyen megtanulta a szöveget? Na, hadd mondjam az érdekességet. Az, hogy a saját technikusaink is játszanak a lemezen. Aha. Tehát mindenkinek a saját, a Lacinak a technikusa, Sinek a az én technikusom, és ez a házat például feldolgozták. Tehát úgy, hogy lesz tankcsapda Crew zenekar is a lemezen, akik egyébként nem léteznek, de például megcsinálták az egyik számot, és elég súlyos lett. Hozzáteszem, hogy nem léteznek, de évente több ezer ember előtt játszanak, ugye? Mindig ők állnak be ugye a fesztiválokon, különböző koncerteken, és innen adott is, hogy valahol ez mégiscsak egy zenekar. Meg amikor egyszer elájultam koncert közben, például az én dobtechnikusom remekül dobolt, tehát hogy bejött, aztán lenyomta a bulit, úgyhogy mondtam is, hogy legközelebb. Hogy kidőltél? Oldalról fogom nézni. De ez most egy igaz sztori? Tehát elvágottál, valami rosszul lettél, eldöltél, beült és ledoboltál? Kaptam egy értelmű, egy ilyen gyomorfertőzést, és így, hát már bajok voltak a koncert elején, és bevállaltam, és akkor a koncert közben egy
elvitt a mentő. Arrébb húztak föl. Csak mivel nem közelben volt a buli, ez Luxemburgban voltunk, ezért valahogy meg kellett oldani, hogy legyen vége. Tehát megmondhatjuk azt, hogy nem baj, srácok, jövő héten visszajövünk. Ezért a Zolika bejött, aztán szépen megcsinálta a bulit. De ez nem veszélyes dolog. Egyébként nem tudod, hogy például a Metallicában az Zurich helyett beül a dobos technikus, akkor lehet, hogy ott is marad, hogy a Hetfield hallja, ugye? Itt is ez van. Lász az utóbbi 10 évben kicsit bevallassulva. Örülök, hogy erre a dolog nem nekem kell rátérnem. Lász már inkább a fiúk után megy, nem a fiúk után mennek Lász után. De egyébként ez egy bevett tendencia, hogy úgymond a sztárok, most nem magamra értem, de a sztárok mögött van, amikor sokkal képzettek zenészek ülnek meg, mint maguk az előadók, tehát ezzel semmi pró szégyelni való. Csak nekik egy... sikerült, tudod. Meg kurva jól nézünk ki. Na, hallgassunk bele akkor egy-két feldolgozásba, csak hogy mindenkinek tényleg megjöjjön a kedve kicsit. Először a Kobályból, én nagyon kedvelem őket, nagyon jók a szövegek, nagyon jó zenét csinálnak egyébként, meg nagyon tényleg jó mély szövegeket írnak. Jó a dobos. Ő is régi dobtechnikusom. Tényleg? Igen. Hát gyerekek, mint egy nagy család olyanok vagytok. Egyszerű dal. Ez a dal címe, a Kowalskik feldolgozásában egy picit belehallgatunk. Ez meg Kovács tulajdonképpen, nem? Szóval, hogy zseniális, mennyire változik, hogy ki hogy nyúl hozzá. Igen. Oké, még egybe bele tudunk hallgatni? Belehallgatsz még egyben? Igen, ami ott van, a Tóth Gabi. Tóth Gabi adjon az ég. Hát Tóth Gabi azért belülről egy rocker csaj, tehát hogy a dalaiban nem mindig nyilat, vagy mutatkozik ez meg, de ő rá én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tudott oda sapni. Őserő. Na meghallgatjuk akkor őt is, egy pici feldolgozás, Tóth Gabi adjon az ég. Jó énekel a csaj, mi van? Nagyon jó hangja van, jó, persze. Tényleg jó. Jó, ez mondjuk egy VV Zsófikával is jó lett volna. Olyan előadó volt, akit nem hívtatok föl, és így valahogy visszajutott, hogy hát ő nagyon akarna egy tankcsapdadat feldolgozni? Volt ilyen? De hadd ne mondjak már neveket, semmilyen szinten nem akarok ezzel vissza. Jó, már most miért nem? Megsérted maximum, nem hív föl többet, hogy tőled jó, akartam de ott venni. Ez nem a Mónisó, ez a tankcsapda. Szóval magyarul nem. Voltak ilyenek, és nem mondunk neveket. Szóval nem, mert ez tök jó, hogy ennyire sok mindenki jelentkezett egyébként, miután így a szakmába elterjedt, hogy van ilyen dolog. Volt is olyan, aki egyébként azután került a lemezre, mert mondtuk, hogy mégis miért ne. De hála Istennek tényleg, amit az elején mondtam, hogy mind a két oldalról, akik minket dolgoztak fel, meg akiket mi dolgoztunk fel, hogy olyan pozitív volt mindenki, és olyan jól állt a zenekarhoz, hogy én megmondom őszintén, hogy kicsit meg is hatódtunk ezen a sztorin. Gyerekek, hát azért persze ti szerénykedtek, de azért mi elmondjuk, hogy azért valakit fölhívottak, csak a zenekar, hogy dolgozzatok, már fölválaszthatok egyet, és azt szeretnénk, hogy ti, hát azért ez egy nagy szó. Szóval az, hát örülök, hogyha így gondoljátok ti is, mert azért nekünk annyira nem volt ez ennyire egyértelmű. Ráadásul, amikor egy teljesen más stílusú zenekarról beszélünk, amikor a mi dalainkat ajánljuk fel, és azt mondják, hú, persze, hogy én is mindig alábecsülöm magam, aztán bekapcsolom a tévét, megnézem magam, és rájövök. Igen. Balázs, nincs rá okot, hogy ennyire alábecsülöm. Volt egy érdekes előadó, egyébként majd adáson kívül elmesélem, aki azt mondta, hó, persze, rajtatok nőttem fel, de nagy rajongó vagyok, és ezt a számot szeretnék, és onnantól kezdve soha többet nem vette fel. Ki volt ez? Karcsi? Igen. Filmos kormos. Egy volt olyan. Na, és van még egy nagy bejelentés, amiről nem beszéltünk, remélem, hogy tudjátok, hogy most mire gondolok, mert igen, hogy... Laci terhes. Hogy igen. Laci és Sidi Amsterdamban összeállásul. Laci, terhes. Gratulálunk! És bujákat. Nem, köszi, most már megyünk is szevasztok. Készültetek még valamivel, mert szeretnétek még valakit vagy valakiket megkérni egy bizonyos dologra. Mondjátok, hogy mire gondoltok? Most kicsit majdnem a csőbe húztál. De tudjátok, vagy akkor nem mondjam el, ott van aláhúzva. Tehát, hogy hát mondd el. Hogy mondd el. Helyet biztosítanátok, ha jól mondom, vagy jól értettem, egy amatőr zenekarnak is, akik szintén felkerülhetnek majd erre az albumra, tehát, hogy mindenkit meghívnátok egy ilyen nyilvános pályázatra, és egyfajta bónusztrekként, vagy egy 10x-edik dalként még egy amatőr zenekar is felkerülhet az albumra. Igen, ez valóban így van. Nagyon szívesen, hogy elmondtam. Nagyon köszönöm.
hogy elmondta, következőt a... Nem, nem, az a helyzet, hogyha ez egy olyan lemez, már pedig olyan lemez, egy dupla lemez, amin a tankcsapda játszik, és a tankcsodát játsszák különböző formában össze-vissza, keresztbe-kasba, gondoltunk arra, hogy mi a tankcsapda is egy ilyen, a szó klasszikus értelmében, egy ilyen garázzenekarként indult 89-ben, a szó legjobb értelmében, a underground, a föld alól, egy pincéből jöttünk ki a szó legszorosabb értelmében. Éppen ezért arra gondoltunk, hogy ezen a lemezen tök jó dolog lenne, hogyha lenne egy olyan zenekar, akiről még egyáltalán senki nem tud, még most mi sem tudunk egyáltalán, aki a szó legszorosabb értelmében éppen most egy garázsban van, vagy éppen a suliban, vagy munkahelyen, vagy nem tudom, aki szeretne mondjuk... vagy szereti a tankcsolát, és adott esetben játszik is ilyen dolgokat. Szóval keresünk egy olyan zenekart, egy friss zenekart, egy új zenekart, teljesen stílus megkötéstől függetlenül várnánk olyan felvételeket. Lehet ez bármilyen próbahelyi demo, tehát nem kell itt izébe gondolkodni nagyon, nagyon csillivülő dolgokban. Egy viszonylag rosszul hangzó felvételből is értő fül, és bízom benne, hogy nekünk van, mondjuk a fülem méretéből kiindulva. Ott vannak értő fülek, a fejemre szereltek nem kicsit. Szóval egy értő fül az egy próbahely, vagy bármilyen koncert, vagy akármilyen felvételből is hallja, hogy egy adott zenekarnak a dolga jó vagy nem, és szeretnénk egy olyan zenekart találni, illetve bízom, hogy találunk egy olyan zenekart, aki ezen a bizonyos kettes lemezen, ezen a mások játszanak tankcsodát lemezen szintén kap egy lehetőséget. Természetesen olyan értelemben véve, hogy mi ezt a zenekart beküldjük egy jó stúdióba, normális felvételt csinálni ebből az adott dalból, úgyhogy mindenkit arra biztatunk, minden kezdő, vagy minden amatőr, vagy bármilyen módon. Tehát először is be kéne fizetni a részvételi díjat. Három misi, innen indulunk, tajándulunk. Jó, de rajta vagy egy tankcsapda lemezen. Fontos, hogy mindenféleképpen bármilyen stílusú, tehát akár szimfonikus zenekar, kvártett, fúvó zenekar, hogyha bármilyen ötletet érez ebbe a sztoriba, akkor jelentkezhet. Nem elsősorban rock'n'roll. Mentek el a kirándulásra nagy motorokkal, és a Sidinek még nincs Harley-a. nagyon kell, értsétek meg. Csak kell, nagy a család. Okay. Hova kell küldeni a dalokat? Tehát hozzátok, és ti elbírjátok. Mi ebből kiszálltunk. Ez jó. Köszönjük szépen. Nincs erre nekünk idő. Benyomom rajta az infogomba. Mondjátok, hogy hova kell küldeni. Ne, az a helyzet, hogy van egy nagyon egyszerű e-mail cím, az info@tankcsoda.hu. Erre az e-mail címre várjuk a felvételeket. Mondom, hangsúlyozom, egyáltalán nem professzionális felvételeket várunk. Nem olyan zenekarok jelentkezést várjuk, akiknek egyébként már van 26 lemezük, csak szeretnének egy dal a többből, Bird News az Artisusnál érte, vagy ilyesmi. Egyszerűen csak szeretnénk találni, kíváncsiak vagyunk, hogy tényleg mostani fiatal srácok. Bármondom, bármilyen jó lenne valami kurjózom is, hogy itt a Híd Gyülének a házi zenekarra eljátszana, annak mi a... Amelyiket? Egyébként azt elmondanám, hogy természetesen biztosítunk a felvételre lehetőséget, tehát hogy azon nem kell megérni, hogy jó lenne ezen a lemezen rajta lenni, csak hát hogy tudnám én ezt fölvenni egy jó stúdióba, tehát aki ki lesz válaszol, annak természetesen biztosítjuk a lehetőséget rá, hogy profi stúdióba fel tudja venni a dolgot. Ez a Sidi 20 000-ért fel is gitározza. Így van. 13 plusz áfájén plusz egy vörös broskóláján a Sidi feljátszott. Ezek szerint Sidi már volt profi stúdióban? Nem, de ismerek olyat, aki már volt. De sose ő gitározott. Most itt a lehetőség. Azért hallgattam ilyen lelkesen ezt a Charlie feldolgozást is, hogy milyen jó bejátszotta ez a srác, akit kifizettünk. Na jó, hát drága hallgatók, fel van adva akkor a lecke, tessék jelentkezni, amatőr zenekarok, hajrá, mondjuk még sokszor az e-mail címet, hogy hova kell küldeni a hanganyagot. Ez egy baromi nagy lehetőség mindenkinek. Egyrészt, hogy ismertebb vagy ismert legyen, kettő azért, hát ez keveseknek adatik meg, hogy egyfajta bónusz trackként, amatőr zenekarként ugye ott legyen még a novemberben megjelenő dupla tankcsapda albumon. Úgyhogy hajrá, mindenki előtt le a kalappal, aki belevág. Aztán ne, hogy legyenek meglepetések, hogy aztán a kiválasztott zenekar véletlenül a Mol Band lesz. Mármint arra gondolsz, hogy akik egyébként egy durhang nem mellévő dalt MOL-ban játszanak? Igen, és a nyertes a D-MOL zenekar. Legyen a pályázati kiírás az, hogy csak MOL hangnemben lehet a számokat megcsinálni. Jani, mi az a CD-t? Dugdos egy CD-t nekem itt az asztal alatt. Figyelj már, Bakó szólt, kérdezzétek már meg, hogy Budapesten mikor játszunk legközelebb, jó? Azt mindenféleképpen. Hogy micsoda? Bakó Csami mondta, hogy mindenféleképpen kérdezzétek már meg adásba, hogy mikor játszunk legközelebb Budapesten. Jött egy SMS egy hallgatónktól, hogy legközelebb hol játszotok Budapesten. Mondjátok el, légy. Akkor ezt is elmondom, erre is készültem a WC-ben, amikor kint voltam az adás előtt, kérek szépen, hogy mivel nem mondhatjuk be a helynek a nevét, maradjunk annyiban, hogy ebben az évben Budapesten egyetlen egy koncertet tartunk, ez a bizonyos jövő hét szombati koncert. Mondanám azt, hogy Pesten játszunk, de ez nem lenne igaz,
hiszen a koncert helyszíne a Lágymányosi Híd budai hídfőjénél van. Jövő héten, szombaton este. És egy kalózhajónak a neve a helységnek. Na jó, hát srácok, nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Akkor amikor a dalt majd sikerült kiválasztani, akkor azért szeretnénk mi őket itt bemutatni, ha lehet hozzátok be, vagy gyertek be velük együtt, és akkor meghallgatjuk azt a dalt is, hogy mit csinálják. A Facebook oldalunkon holnap szerintem ki lesz már ez a bizonyos, mondjuk úgy pályázati felhívás, aha, tehát ott minden kifejezés, értem. Ott meg lehet az információkat, így van, és aztán reményeink szerint egy tök jó zenekar, tök jó felvételt tudjuk majd hozni nektek. Jó, mi az albumból kérjük, mert szeretni fogjuk, meg játsszuk is tényleg. November 22-től bár. De nem lesz drága, a Mókutakon lehet kapni. Mondanám, hogy ezért minket nagyon meg fognak büntetni, de már nem. Már mindegy. Huszadikán itt már nem talál senkit a postán. Igen, ez november 20-ától sóval beszántott terület lesz, úgyhogy tulajdonképpen mindegy. Bejött egy srác és bemondta a mikrofonban, nem tudom ki volt. Srácok, nagyon köszi, hogy itt voltatok, csókoltatunk benneteket. Köszönjük, sziasztok. Sziasztok, köszönjük szépen. 9 óra múlt 1 perccel, Ákos hírei után már is folytatjuk. FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM. 9 óra 15 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Monday morning, Fiona. Hát igen. Szóval, hogy mit akarok mondani? Igen. Jó fejek voltak, nem? Szeretem őket teljesen. Azt hiszem megszokták az interjú készítési stílusunkat. Tehát, hogy ezt ugye kevesen tudják kezelni. Ákos is szóba került itt ma. Mert ő is kiválóan kezeli. És ő most már jó. Ő is, így van, de azért, amikor ezt elsőre kapsz ilyeneket, hogy a... Jelent ide, mindenki rutinosan jön már. Persze, de figyelj, Ákos is, meg a tankcsapdás is körül van. Hozzá van ahhoz szokott, hogy mindenhol hajbókolva, nagy nyelvcsapásokkal. Itt meg kapnak egy sokkal őszintébb beszélgetést, nem? Hát Ákos is azért a legtöbbször nagyon körbeudorolják, és hosszú, nagyon barokos körmondatokkal értetik mindig az életművét, és hallod a riportereken, hogy alig mer valamit kérdezni, hogy Ákos nehogy esetleg, hát ide beülít meg picit megvarángatva, de egyébként mindenki. Szóval, és magunkat is ugyanúgy osztjuk, szóval ennek a műsornak nincs ez az poétikája, tehát ráadásul kedveljük őket. Persze. Tehát igazából azt hívjuk meg, és azzal foglalkozunk, és annak szentelünk ennyi időt. Aki ezzel meglepődik, soha nem hallott még morning show-t. De igen, hát nem ilyet is mondani. Igen, nem tudja, hogy mi a morning show valódi arszpolitikája, igen. De jó fejek voltak, és csak mondom, pici, aranyos, kedves, nagyon kis számú, de most már azért mégsem annyira kis számú instás közösségünknek, mert lassan 135 ezeren vagyunk az Instagramon, hogy nagyon sok exkluzív fotó, az Instagramon, közös képek, tankcsapda, kis bumerángos integetés, úgyhogy van egy pár kép, tessék az Instagram applikációt letölteni, ha valaki nem tudja mi az, és megkeresni a Klassz FM morning show-t, csatlakozni hozzánk, mert ez is egy, hát hogy is mondjam, tulajdonképpen útja annak, hogy tudjunk majd veletek kommunikálni. Mi ez a bumerángos integetés? Bumerángos az egy ilyen effekt, hogy egy mozdulatsort állna vissza, ismétel, ez egy ilyen 2 másodperces mozdulatsort, bármit csinálsz, utána az folyamatosan azt ismételi. Egy applikáció, le lehet tölteni azt is. Semmi értelme. De jó szórakozás. Hogy most látod a Lukács Lacit, hogy folyamatosan balra jobbra folyamatosan integet, és így állandóan mozog. De láttam, hogy Lacinak felcsillant a szem, amikor kimondta Laci a bumeráng szót. Igen. Na, mielőtt Gyulival mennénk tovább, azon gondolkozom, hogy ugye megtették ezt a felhívást, hogy amatőr zenekarok is jelentkezhetnek. Nem kérjük meg a Petit, hogy csináljon egy dalt, aztán valahogy megpróbáljuk legalább titokban állni, mert eljutott. Hát tök egyértelmű. Kérjük meg a Petit, hogy csináljon egy dalt. PPB, a Polgár Petiben. Szerintem soha nem tudjuk ki, ha csak annyit mondjuk, hogy PPB. Igen, főleg úgy, hogy sokszor leadjuk majd. Kérjük meg a Petit, hogy mielőbb hozzon a tető alá ő is egy tankcsapda feldolgozást, aztán elküldjük majd az infokukat, a tankcsapda.ra, nem tudom mi az e-mail címük, amit mondtak. Csinálja meg egy ideje, mulatos, klasszika, olyan úgy se készül olyan szerintem. Olyan Polgár Petiset, senki más nem csinál ilyeneket. Ért hozzá, meg azért ne felejtsük el, hogy a ráadásul Peti ugye keményebb közegből jött, tehát annak idején ő a Story zenekarban zenélt, és ez egy nagyon jó kis power metal band
banda volt, én nagyon szerettem őket, tehát hogy neki azért van ehhez érzéke bőven, meg hát ugye számtalanszor bebizonyította már itt nálunk a műsorban is, hogy azért nagyon penge ezekben a dolgokban is. Viszont ugye azt mondták, hogy a Laci hozzányúlhatott a szövegekhez, úgyhogy a Peti is hagy nyúljon hozzá a szöveghez. Tehát ne egy ilyen szolgai hűségű, ilyen kis ne. De Mulatost azért, az mondj meg neki, Mulatost legyen, hát az az ő. Ez az ő terepe. Műsor volt. Ja, még az. Igen, csináljon Mulatost. Valaki írt, hogy 22-én jelenik meg a korong, az nekünk már. Itt találkozunk az ülői 102 előtt, de a kártyánk már nem fog működni. Előtte azért még csak kapunk a korongokból egyet-kettőt, és akkor le tudjuk adni az általunk szeretetet. És olyan kíváncsi, hogy mit csinál a Well Hello, vagy Majka például, Halott Pénz, Magna Cum Laude, Ákos Dalára is kíváncsi vagyok egyébként. Tehát nyilván a szöveghez is hozzányúl, ahogy mondták is a srácok, úgyhogy jó lesz ez. De például is érdekes, hogy a Tankcsapda mit csinál a Bonanzából, mert hogy ők meg a Bonanzához is hozzányúlnak. Úgyhogy ez így jó, ez jó ötlet, bírom az ilyen feldolgozás daloskákat. Na, oké, akkor Petit hívjuk, és ahogy kész, akkor mutatjuk, hogy mi hogy gondoltuk át, vagy Peti hogy gondolt át a Tankcsapda dalt. Mi gondolkozol? Azon, hogy melyiket, vagy melyik Bonanzát. Melyik Bonanzát dolgozhatták át? 1984 Monumentum, nem tudom. Én a Monumentumra gondoltam így hirtelen, hogy az nagyon tökös lenne. Na, hát meghallgatjuk majd, mert hogy ez nem sokára ez is befut. Megyünk tovább, itt van velünk, már is Juli, hiszen kedv van. Hello Juli, jó reggel, ciao, hello. Hol? Nincs, meg vagyunk egy kicsit csúszva. Nem vagyunk megcsúszva, rájöttem, hogy utálom a szignálodat. Jó, rendben. És utálom egyébként. Már nincs sok hátra, úgyhogy... A Juliskát, azt kifejezetten... Nem szerettem én sem. Juliska, miért az a nagymama? Az onnan jött, korábban beszéltem erről, hogyha valami téma volt, hogy honnan tudtad azt, hogy nagy slamasztikában vagy, mit mondott az anyukád. És tudtam, hogy ha azt hangot hallom bentről a szobában, hogy Juliska, akkor pontosan tudtam, hogy most jön az elfenekelés, vagy valami nagy balhé, mert valamit rosszat csináltam. Anyukám most lesz az Juliska! Figyelj, Juli, bocs, csak egy másodperc, elfejtettük megmutatni a hármas ugrás mixet, mutatjuk, azt és akkor utána belevágunk, jó? Nem várom, ez már a jó. Erősen beszélünk. Sokan. Ennyi. Kettő darab dalcím, kettő darab előadó. A Júli után szeretnétek hármas ugrást játszani, küldjetek el nekünk. Na, milyen volt a nyaralás? Jaj, srácok, hát jó feltöltödve, volt? Lebarnulva, kipihenve. Hát a lebarnulva azért túlzás, szóval... Hát azért magamhoz képest sokkal sokabb. Ahhoz képest írókéz vagy. Igen. Figyeljetek, annyira jó volt, hogy szerintem ennyire jó nyaralásunk nekünk még nem volt. Mi 6 éve nem voltunk közösen sehol se nyaralni. Talán ezért. Jó. Ez egy fontos indok, talán ezért nem volt. Hagyjuk a szociodráma. Igen, akkor ugye a Lidi még nem volt 2 éves, a Milán még nem volt 3 éves, tehát akkor azért ez nem volt nagy pihenés. Úgyhogy azon gondolkodtam, hogy utoljára 11 évvel ezelőtt voltam ilyen jó nyaraláson, ahol valóban pihenni tudtunk. Annyira jó volt, hogy az elindulás előtti napon a Miró is meg én is elpityeregtük magunkat. Már az indulás előtt? Előre bőgtetek? Biztos jó lesz, ugye? Nagyon jó lesz, édesem! Szerintem nem lesz sokkal az autópályán! Csak süt a nap, ugye, drágám! Biztos a felét lenyújják majd a bevételek a kocsmába! A hazaút előtti napon. Ja, hazaút előtti igen, napon. Igen. Ja. Kint ültünk a teraszon, és úgy egy picit úgy megszorult a gomboz a torkunkba. Na azt mondd meg, mert én láttam, hogy te szépség királynő lettél odakint. Én erről akarok hallani. Hogy hol voltatok, azt az publikus, mondhatjuk? Igen, mondhatjuk? Az országban. Horvátországban. Igen. Egy kétcsillagos szállodában, de egyébként... Kettőcsillagos? Abszolút kétcsillagos szálloda volt. Viszont egy tök jó kis szálloda volt reggeli és vacsora, ez is egy különlegesség volt nekünk, mert mi még soha nem voltunk ilyen félpanziós ellátásos őrületben. Én voltam Porencsben, szép hely. Szép hely, szép. Igen. Kétcsillagosban, ugye? Mi a szar között van hozzá? Gondoltam, hogy meghoztam ilyen részleteket a magánéletedből. Nem egy sátorral volt. Kétfajta nyaralás van. Van a családos feleséges, ott azért úgy kicsit elengedjük, meg van a barátos, az ilyen szerintem apartmanban egyébként. Házi néni, apartman, lőcsús konzerv. Így van, tényleg. Lehetőleg bontásra váró házba. Igen, csinos házi nénivel. Mi is apartmanos buliban voltunk, most volt először olyan, hogy tényleg volt reggel és vacsora, így nem kellett nagyon rohangálni, tényleg el tudtuk magunkat engedni. Egyébként én tökre be voltam tojva elindulás előtt, mert hogy annyira régen nem voltam együtt a Miróval így 0-24-ben, hogy baromira be voltam tojva attól, hogy mi van, hogyha most derül ki, hogy nekünk már nincsen mit mondanunk egymásnak. Ez egy érdekes dolog, és hogy ettől fél az ember. Ezt már a kocsiba kiderült a határ előtt. Nehezen ment el az a 2 óra. És azon gondoltam, marha kínos lesz, hogyha ott ülünk majd, és így beáll így a csend, és így keressük majd így a szavakat, és így ez rohadt ciki lesz. És ajjajjajjajjajj.
Tudod, nagyon. Hogyha már az ember ilyenen gondolkodik, akkor félig pedig az meg is történt már szinte, nem? Nem. Egy héten keresztül valahogy annyira működött, és azt éreztem, hogy igen, nem hiába vagyunk mi együtt 13 évet. Ez sok régi sztori. Arra emléksz, hogy nem, mesélj! Igen, nem, de nem is érdekel. Nem, mindig alatt. Van mondani valónk, és még tudod, amikor napközben, vagy a hétköznapokban találkozunk, akkor sokszor annyi, hogy én hazaszaladok, találkozunk, ő ad nekem egy csókot, és már rohan befelé. Ez a hosszú kapcsolat titka, Júli, hidd el, komolyan, hidd el nekem. De most volt időnk leülni, beszélgetni, a gyerekek lementek medencézni, mi kinnültünk a parton, intem a szájderemet, ő a sörét, és úgy dumálgattunk, és úgy összebújtunk, és szerettük egymást, és megint nagyon szerelmesek. Úristen, mi lányok, ez nekem túl sok. Az ezt most szintessük meg ezt a rabatot. Én ehhez túl kiégett vagyok. Isten, Júlia, szájder gyerek. Ja, és még valamit, ez nem tudom, hogy voltatok-e már, mert mi visszafelé menet, nem Horvátországon keresztül mentünk, na hát képzeljétek el, az is hazafelé jövett. De miért? Lenyúltatok valamit a szállodából is, hogy elveszítsék a nyomotokat? Posztoljába beugrottunk, Szlovéniába, a cseppkőbarlangba, Európa legnagyobb cseppkőbarlangjába. Voltatok már ott? Nem. És ott van mellette egy vár is. Akkor voltam. Oda nekem, nagyon nekem. Srácok, őrület. Tehát, hogy ott egész egyszerűen ilyet még a büdös életben nem láttatok. Ez egy 24 kilométeres barlangrendszer, cseppkő barlangrendszer, ebből 5 kilométert járhatnak be az emberek, kis vasúttal viszik le az embereket. Ez jól hangzik. Elképesztő, de olyan, hogy állsz, és így nem hiszed el. Mert hogy én nem tudom, Szemlőhegyi barlangban voltam utoljára, hát ott mész egy kicsit lefelé, meglátsz 3 cseppkőbarlangot. Én 10 perc után mindig nagyon fázom, és ezért egyszerűen egy időben elkezdem utálni az egészet, és mindegy, hogy mi van bent, kicsi törpe cseppkőből, nagy törpe, hófehérke. De belemagyarázás az egészet, ott a törpe, milyen törpe, hagyjál már ízre. Vigyék ki, ne rohadt hideg van, unja a gyerek, hagyjuk ezt az egészet, szép volt. Egy cseppkövet látta, az összeset láttad, ez nem az AC/DC, nem? Egy dalt hallod, az összeset hallod. Tényleg hideg van. Hát hideg van, persze. De szép, gyönyörű, tudom, is gyönyörű. Őrület, gyönyörű, tehát hogy ha mehettek, és elmehettek, és nézzétek lehetünk meg, mert majd, elképesztő, gyönyörű, szép, nagyon jó. Akarunk. Na de, nem tudom, látjátok-e rajtam a ragyogást? Nem. Megváltoztam, hogy egészen más. Nem, ugyanolyan valahatom. Elkaptak hátulról is? Aha. Azt szerintem már itthon is megvolt. Nem, az a kérdés, hogy hányan. Na? Azt nem tudom, hogy hordjam-e ezután, mert... Jó szemel! Ilyen nyilvános szerepléseken. Mit hoztál? Miss 2016? Úristen, Porecs! Porecs Miss 2016. Szóval, fordítva vette fel. Úristen, nem akarom tudni, nem ki indult tudom, még. Beszélgessünk egy kicsit a világ békéről. Aha, mi volt? Na, indítsátok el az EKG-pet. Hogy jelentkezel egy ilyen? Júli egy ilyen szépségkirálynők által megnyert ilyen szalagot akasztott a nyakába, Miss 2016 Porecs felirattal. Azt a mindenit, Zimány Ninda ott hagyta. Nem, leütöttem, berángattam a szobámba, elvettem tőle, és azóta néha oda megyek és kisminkelem. Szóval az a lényeg, hogy hát megérkeztünk péntek, mert el akartuk kerülni a szombati dugót, amikor a turnusváltás van. És ez a szálloda egyébként baromi jól ki van találva, a szobában nincsen fent se hűtőszekrény, hogy betehess italt, nincsen tévé és nincsen wifi, ezért mindenkinek le kell menni este, hogyha valamit akar csinálni a szobán kívül. És van egy óriási nagy medence, és a napközben ugye ott nyugágyak vannak, estére pedig kitesznek egy csomó asztalt, meg székeket, és ott minden este van valami kis hacacári, ez nekünk egyébként a második este tudatosult. Hát igen, ott van élő. A gyerek az áldott szádi, mit vagy belőle? Jézus. Szóval, bennük a második este után tudatosult, hogy ez nem csak hétvégi, tehát hogy ilyen kis egy alkalmas buli, hanem itt minden este megy az éneklés meg a táncitánci, úgyhogy így 11:30 előtt nem is nagyon feküdtünk le, de mindegy, lényeg az, hogy lementünk este, pénteken este, és leültünk oda a medence köré, és akkor láttuk, hogy már ki van téve az asztalra, nagy virágcsokrok, meg ez a szalag, 3 ilyen szalag. És mondtam is a Lidusnak, hogy Lidus, nézd meg, hát Milánkám, figyelj, itt szépségverseny, női szépségverseny választás lesz, majd nézzük a lányokat, biztos majd vonulnak itt fürdőruhában. Marha klassz lesz. És kijött a konferencié, 4 nyelven elmondta, hogy ő szeretné megkérni, hogy 5 zsűri tagot jelentkezzenek férfiak. És én rettenetesen emelgettem a Mirónak a kezét, hogy menjen már ő ki, hogy ez mennyire jó pufa, persze a Miró ettől rettenetesen befeszült, mert ő nem akart kimenni, a konferencia kiment, összeszedett 5 különböző nemzetiségű pasit. És én elkezdtem beszélgetni a Lidivel, vagy a Milánnal, nem nagyon figyeltem arra, hogy innentől kezdve mi történik, mert azt gondoltam, hogy ha megvan a zsűri, akkor én majd most nem sokára jönnek a lányok. De közben a hölgy mondta, hogy akkor most neki felkérte az 5 zsűritagot, hogy menjen és válasszon 5 hölgyet a közönség soraiból. És én azt nem láttam, hogy a Miró fölállt a háta mögött, és integetett rá. Itt van az egyik jelen. Jó arc.
Nem volt? Ja. Ja, bocs, mocsom. Semmi, menj tovább, Júli. De jó, aztán benevezett tulajdonképpen. Hát tulajdonképpen. Volna, hogy hogyha itt, ezt a kis feketén. Igen, egy másik nőre intézett. És akkor így benevezett? Hát ő benevezett engem, és egyszer csak azt vettem észre, hogy mellettem áll a szlovák bíró, és megfogja a kezemet, fejgép rám, és emel fel engem, és visz oda a színpadhoz. És hát ott már nem nagyon lehetett visszatáncolni, mert hogy baromi sokan bámultak, meg néztek, egyébként rohadt sokan voltak azon az estén a teraszon. Szlovák bíró, nem tudod, hogy magyar vagy? Mindig ellenünk fújna. Igen. Na, lényeg az, hogy mondta a hölgy, hogy hát ez egy ilyen vicces szépségverseny lesz. Nyilvánvalóan én klasszik szépségversenyen nem is nagyon rúghatnék labdába. Fontos az önismeret. Igen. Így van, dicséretes. Nagyon dicséretes, mindenkinek szükség van. Igen. Szóval ez egy ilyen mókás szépségverseny volt. Hát srácok, ha éltetek már végtelenül kínos szituációkat. Éltünk. Na akkor szorozz be kettővel, ez az volt. Az mit kellett csinálni, vagy mi volt? Hát például az első feladat az volt, hogy valami produkciót adjunk elő. És mondta a hölgy, hát vagy énekelhetünk, vagy táncolhatunk. De az valóban kellemetlen, és akkor összeállott, tipeget, topogott, és szörnyen zavarban próbált valamit előadni. Igen, és az volt a baj, Isten. Illetve az volt a jó, hogy szerintem én azért nyerhettem, mert egyrészt gyönyörű vagyok. Másrészt meg a legtehetségesebb, de valószínűleg azért nyertem én, mert hogy a másik négy lány rettenetesen be volt feszülve, és borzasztóan meg akarták csinálni, és nagyon jól akarták csinálni, és ettől borzasztó körcsös volt. Én meg az elejétől kezdve. De mit adtatok elő, vagy mi volt? Hát be lehetett választani, én kacsatáncolni akartam, de aztán rájöttem, hogy úristen, aztán biztos nem voltál már szomjas azért. Szakadt. Nagyon szép. Nem, mert rájöttem, hogy a kacsatáncból mit csinálsz? Hát csak ezt tudom csinálni, ez meg csak hülyeség, úgyhogy gondoltam, hogy akkor labmadázok egyet. Szóra muszifoly. Ne! És akkor gondoltam, hogy hát akkor, ha lúd már legyen kövér, felhívtam a Mirót, hogy akkor legyen ő a partnerem. Amiről most jöttem rá, hogy ő nem tud lambadázni. Ezért döntöttetek az asszonyra. Úgyhogy lambadáztunk ott egy nagyon kínosat a színpadon, aztán utána jöttek olyan feladatok, jött a következő feladat, hogy dal részleteket kellett felismerni, és volt a színpad közepén egy csengettyű, és oda kellett szaladni, és meg kellett rázni. És én a lambadáig még úgy nem álltam rá erre a történetre, de utána az jutott az eszembe, hogy mi van, hogyha a nyeremény az, hogy mondjuk 1-2-3 éjszakát pluszba el lehet tölteni a szállodában. És akkor vérszemet kaptam, és azt mondtam, hogy győzni akarok. Úgyhogy hátba rúgtad is lefejezted a lányokat. Igen, volt nálad egy boxer, kettősz, egy gyomron vágtad a legnagyobb darabot. Fog a hátul. És, de tényleg egyébként meg tök halak voltak, tehát csak így ültek, vigyorogtak, néha felálltak. Én meg mindig odaszaladtam, megráztam a csengőt, hát tök egyszerű dolgok voltak, Ghost, meg Pretty Woman, meg mindenféle ilyen marhaság, hát toltam. Lenny Kravitz Hollywoodu. Érvényes, igen. Ezerszer hallottuk. És aztán volt még ilyen, hogy vonulni kellett föl alá, jobbra, balra, ide-oda a színpadom, mint egy manöken. Volt limbo. Isten! És manökenként tetted-vetted magad? Hát úgy tettem-vettem magam, hogy kicsit többet tettem-vettem magam. Igen, és az elején a srácok nagyon... Ja, mert a fiúk meg pontoztak, és mindenki nagyon politikál korrekt volt az elején, mindenki csak 5 pontokat adott, mert annyi volt a maximum. Politikailag korrekt, Jani. Igen. Bocsánat, csak fordítok Jánosnak. Igen. Hogy? De aztán a szlovák bíró, aki engem választott, rájött, hogy ebből így nem lesz győzelem, úgyhogy elkezdte lepontozni a többieket. És onnantól kezdve a többiek is egyre bántak. De várjál, miért kezdte lepontozni a többiek? Kikacsintottál, vagy villantottál? Nem. A Mirót a 100 húrást meglobogtatta. Volt egy, hogy baradugtad a nyelvedet, és csináltál egy ilyen. Igen, és közben villantod el egy pinket. Puff, közve, csapár. 14-es szoba. 20 eurós borul. Magyaros vendég szeretet. Értem még, hogy miért pont adott így ez a szlovák bíró. Na, a portugálgyi paracsintámat. Csak mi volt a díj végül? Megnyerted és? Na, de várjál már. Ja, várjál, jó. Volt limbo hintó. Így van, és akkor a végén az egésznek a megkoronázásaként volt egy produkció, amit elő kellett adni. Én egy ilyen felmosó rúddal. Úristen, látom magam, mert ez nagyon kellemetlen lehet. Táncoltam. Nagyon kellemetlen volt a gyerekek. Nagyon röhögtek a Miró, nagyon röhögött, mindnyájan nagyon röhögtünk, de egyébként azért tudtunk rajta röhögni, mert én is röhögtem rajta. De később megnéztétek a videót, és ott már mindenki sírt. És annyi, ezt miért kellett? És hát ugye egy dologon csúszhatott el, ez a csengettyűs játék. Én ott szereztem a legtöbb pontot, meg mindenhol egyébként maximum pontot kaptam. Mi mást lehetett volna? Ennyi, behúztad. Úgyhogy jött az
eredményhirdetés, és megkaptam a kis csokromat, megkaptam a kis szalagomat, és elkezdték adogatni a dolgokat. Kaptam porecses bögrét. Kaptam porecses kancsót. És kaptam egy 2015-ös naptárat is. 2015-ös naptárat. Igen, az előző évek győztesében. De tele volt fehér lappal, úgyhogy lehet bele rajzolni. Semmi jövőre, gyere vissza. Nem, semmi. Átnéztem kétszer is, és sehol nem volt benne. Legalább a felhúzófát megkaptad. Nem. A rohadékok. Még hullahupozhattam volna ott abban a körben. És akkor nem volt plusz két szava. Úgyhogy egy kicsit csalódottam, vonultam el. Na, de jó arcot, hogy elindultál ezen. Persze. Ez jó fejség. Ez valóban egy oldott családi nyaralás. És viszont ezután reggel és este a reggeliző, illetve a vacsorázó asztalnál mindenki oda jött és gratulált. Egy héten keresztül minden nap kaptam egy-egy gratulációt. Te voltál az. Nagyon jó volt. Szuper jó. Azért, aki gratulál és komolyan veszi, azért van. Aha, igen. Nem gratulálok, megnyerted. Miss Porecs vagy. Miss Porecs. Komoly Persze, felvettem minden estéhez vacsorára a szalagomat. És csak kivonultam. Na jó, az akkor jó volt. Nagyon jó volt, nagyon szuper volt. Úgyhogy bátran merem ajánlani Horvátországnak ezt a területét is. Mi eddig csak középen voltunk, az is gyönyörű volt, de Isztriáról túl sok jót egyébként eddig nem hallottam, mert azt mondták, hogy nagyon ki van építve. És hogy már ilyen egymás, mint a heringek úgy fekszenek a turisták. Hát igen, elégként egész sokan voltak. És ami nagyon fura, hogy medúzát is láttunk a tengerben. Ez valóban nagyon fura, ez elképesztő. És halak is láttak benne, képzeld el. Aha, tök durva, de a tropikáriumban láttam a durvábbakat is. Jó, na, srácok, van. Szóval nagyon jó kis nyaralás volt, úgyhogy bátran merem ajánlani mindenkinek. Nem volt leúzás, nem volt drága semmi? Borzasztó drága volt. Hát ez az szalad. Igen, ez elfejtettem volna egy gyereket. Igen, rohadt drága. Egyébként a maga a szállás, ugye ezt itt foglaltuk Budapesten, az árérték arányban egyébként zseniális volt, de innentől kezdve, tehát az, hogy mondjuk megiszol egy üdítőt, vagy egy sört 20-30 kúnáért. Ezt a Feri is mondta, hogy nagy szabadrablás. Hát mindenki tudja, hogy oda megy az egész Európa, hogy ugye ne? A terrorveszély miatt. Németek, franciák, még svédek elautóznak Horvátországig. Őrülően norvégokat is, mindenféle embert láttunk, úgyhogy nagyon... Hát a terrorveszély azért az most nagy para. Igen. Oké, Juli, köszi, vigyázz magadra. Miss Porecs, köszi, puszi. Miss Porecs. De miért keveredik mindig ilyenekbe? Nem az elsőnél, aki rögtön elhúzol a teremből? Azonnal. Vagy ha már részeg vagy, akkor szívesen belemész a szürrealitásba. Van egy pont, ahol nagyon szeretem ezt a fajta szürrealitást. Nézni kívülről. Idő után nagyon jön. Na persze, aha. Nyilván nem. Na, ugye, kell egy ilyen, de van az a fajta szürrealitás, amit nagyon szeretek, ha kezdek így jobban lenni. Képzel, hogy mit kell, hogy rohangál az asztal az egy csengőhöz. Tudod. És akkor ízét jön. Erik Iglesias, Erik Iglesias. Hát egy picit erős, igen. Na jó van. Oké. Játszunk itt már is a hallgatónk. Hármas ugrást játszunk valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Szia! Halló, Gyuri, honnan hívtál minket, Gyuri? Miskolcról. Milyenek a kérdések, Jani? Közepes van. Vége egy picit agyalósabb, ott majd egy kicsit több időt adunk. De szerintem mennie fog. Na jó. Na, mennie kell. Mivel foglalkozol? Szobafestő vagyok. Szobafestő. Na oké, Gyuri, így szól az első kérdés. Hogy nevezik idegen szóval az észak-amerikai vadlovakat? Mustang? Így van. Ez a Mustang, nagyon jó vagy. Menjünk-e tovább? Morning Show sapkáért? Nem tudom, mert igazából már régóta szeretnék bekerülni, és én már itt is letudnám, hogy így nyertem valamit. Ne, hogy jó vagy, hát mennyi. Most egy pasztartónál tartasz. Igen, most van egy agbalkasztód. Aha, na, az se rossz dolog egyébként. Nehéz a következő, vagy úgy... Történelem. A klasszik műveltségi kérdés. Történelem. Akkor biztos nem fog menni. Na jó, hát megpróbáljuk. Na jó, próbáljuk meg. Nem vagy jó töriből? Nem vagy jó? Nem úgy jött össze még annól az érettség, hogy én szerettem volna fogalmazunk ki. Szóval nem nagyon magyar töri? Hát még inkább nem. Aja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 j
Na, mi legyen? Akkor inkább megállnék. Most egy kicsit ilyen bátortalom vagy, de akkor inkább megállnék is le tudnám mennyivel, ha nem gond. Ahogy akarod, én nem akarok belehajszolni, aztán elveszed azt is, amire 7 éve vársz, tehát hogy ne legyen baj. Meg ez tök szimpi, hogy azt mondod, hogy neked ez is jó, hogy bekerültél ide a műsorba. Ah, jó, de jó hallani. Pasztartóval megáll. Akkor egy nyakbalkasztó, amit tudunk adni.
Isten, mert mindig így kétfékező ültetik az embert egyébként ezzel a dumákkal. De most itt a lehetőség már ez valószínűleg nem fog visszajönni többet, ugye ismerve a határainkat és korlátainkat. És most egy sapkát, egy baseball sapkát dobsz el magadtól? Adjátok oda neki a hármas kérdést, az nem történelem. És akkor nem mehet tovább, de akkor van egy sapkája. Mi van? Hogyan? Miért nem tudom követni? A hármas kérdés, de nem mehet tovább. Oké, okay, értem, mit mond Feri, tehát hogy cserélünk, de nem mehetsz tovább. Na, nem töri, irodalom. Jó, fia, állj meg, ha meg akarsz állni, állj, nem majd szólunk bele. Jó, jó, akkor tényleg, tényleg, köszi egyébként, hogy gyártottam meg minden, de akkor inkább megállnék, mert nem. Amúgy ilyen kíváncsiság kezdért be lehetne lökni a második kérdést? Nem. Na ja, persze, azt nem. Ja, mert viszi át Jani holnapra. Persze, tudom, mi meló van benne, ennyi év után már. Hallgass meg holnap a műsort, utána a játékot, és akkor eldöntött, hogy érdemes volt-e megállni, vagy tovább kellett volna menni. Jó? Jó, jó, oké. Jó, köszi a játékot. Én köszönöm nektek, szép napot. Köszi, szia. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Din. Na jó, van, ezzel is meg vagyunk. Sopronban hajnal óta szakad az eső, Jutka, köszi, hogy elküldted, kitartás. Holnap állítólag 30 fok, amit nyilván nem hiszek, meg nem is lesz, de melegszik az idő, napról napra egyre melegebb lesz. Úgyhogy jön a jó idő. Ma még azért egy-két helyen lesz eső, esőcske, holnaptól viszont jó idő. Hétvégére legyen jó idő. Gondolj a partira, mi meg gondolunk a futóversenyre. Hát ti mentek futni tényleg. Gondolunk a te partidra. Vizer fél maraton. Arra gondolok, hogy hétfőn hozol a pöriből. Ha marad, szívesen. Szeretném, ha elbírálnád, hogy milyen lehet. Úgy őszintén, hogy mi hiányzik belőle, milyen lehet. Hoz valamit a Sebestyén kerti maraton. Na jó, de tényleg szívesen hozok egy picit, félreteszek. Várom. Félreteszek neked, jó. Marha pöri lesz. Hogy miért? Mert csak ezt tudom. Alternatíva, a vendégek ezt teszik. Ha mindig új vendégkört hívsz, akkor sose lesz gyanús. Igen, senkinek nem tűnik föl. Hozzál abból a varázslatos pörköltből. A vörösboros ószpörkoltból. 3-10 lesz, pontosan 5 perc múlva jövünk mindjárt a nap legjobb pillanatban. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban a Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük! Klassz! Csak slágerek, Klassz FM, a rádió. Hölgyeim és uraim! Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:10 múlt, pontosan 2 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Kinek? Igen, szóval. Mutatjuk, miről volt szó ma reggel. Ugye Norbi megosztott egy cikket, amiben ugye hát arról van szó, hogy a citrom 10.000-szer erősebb daganat ellenes szer, mint a gyógyszerek és a kemoterápia együtt. És hát ez nagy port kavart. Orvosok, szakemberek arra kérik a népszerű fitnessgurút, hogy egy hétig egyen citromot és korrigálja a tévedését. Norbi válaszolt a vádakra, szóval kitört a balhé, és hát felhívtuk ami dokingat, akivel mi sokszor beszéltünk már legutóbb egyébként a kalcium botrány kapcsán, Novák Hunort, orvost, hogy reagáljon arra, ami megjelent ebben a cikkben. Arról faggattuk, hogy lehet-e valamiféle létjogosultsága annak, hogy a nagy dózisú C-vitamin az jó a rákra. Megint csak elbizonytalanított mindenkit, mert sokszor halljuk, hogy van olyan, hogy lugosítás, lehet citrommal is akár lugosítani, a szervezet pH-jának jót tesz, ha lugos irányba toljuk el, és hát a például sok zöldséget eszünk, meg kerüljük a szénsavas üdítőket, a cukrot, a húst, akkor lehet lugosítani a szervezetet. Hunor azt mondta, hogy ez egy kamu, ilyen nincs, és a szervezetet nem lehet lugosítani. Tibi atyát szóval nem hívtuk, mondtuk, egy kicsit nekem ez fájt, hogy ott az alkohollal való lugosítás az van-e, mert azt ő tudja. Biztos létezik. Nem minden sötét tesztet lehetne csinálni. Igen. Ráadásul ugye ezt is megkérdeztük tőle, beütöd a YouTube-on, hogy nagy dózisú C-vitamin, és rengeteg orvos nyilatkozik arról, hogy ennek lehet bizonyos hatása, nem a rák ellenszereként, és nem arról, hogyha végső stádiumos vagy áttétes, akkor ha kapsz nagy dózisú C-vitamint, meggyógyulsz, de alternatív gyógyászatban említik a nagy dózisú C-vitamin jótékony hatását, akár rák ellen is, dokik. Szóval, hogy nagyon nehéz ezt megint kibogozni. Félelmetes belegondolni, hogy van egy téma, van egy probléma, van egy jelenség, aminek a kapcsán A meg B verziót is találsz. Valaki állítja azt, hogy fehér, a másik azt mondja, hogy fekete. És ugyanazzal a meggyőződéssel, ugyanazzal az ellennal, és lehet, hogy éppen ugyanazzal a tudományos fokozattal. Igen, szóval Hunorral beszélgettünk erről, aztán pedig mutatjuk, mi volt még. Itt volt vendégünk volt a tankcsapda, mert hogy novemberben jelenik egy meg. Egy ismert rockzenekar. Igen, a dupla feldolgozás albumuk. Ők is feldolgoznak dalokat a népszerű zenekaroktól, meg a Pokolgép Oszián Hobo, ez majd elhangzik a Best of-ban, illetve őket is feldolgozzák mai magyar híres népszerű zenekarok.
meghívtuk a srácokat, és erről beszélgettünk velek. Jó arcok voltak, helyesek, nem? Szeretjük mindig őket, mint mindig, igen. Jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Addig megtanulok beszélni. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 2 perc van pontosan, 10 óra, Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Hát nem mondtátok a Lukácséknak, hogy nekem is van tankcsapda feldolgozásom? Persze, persze, de csak az énekeseket vették számon. Ja. Na, jövőság, Csabi, jól vagy? Egyébként, igen, tök jó ez az ötlet. Nem azért mondom, 93-ban szintén megcsinálta. De nagyon jó az ötlet, hogy csinálnak egy feldolgozás lemezt. Tehát hogy szólt tényleg a... Nagyon jó volt. Mi ugyanezt csináltuk, hogy kedvencek, mi magyarokat nem raktunk rá, mi külföldi kedvencek, Judas Priest, Deep Purple, WESP, Whitesnake, Billy Idol, ilyenek. A Judas az bátor választás volt. Igen. Már most... Utólag már tudja a Csabi is. De olyan dalt választottunk, amiben nem kell sikítozni. Grindr. Aha, na, csak azért értünk, gondolom, nem a P-Killert. Nem, Grindr. Gyerekkorom kedvencei. Abaházi Halford Csaba. Figyeljetek, ez viszonylag kevés embert érdekel. Igen. Okay. Nem. Ezek a belterjes rokkoskodások. Igen, itt, ez legismertebb metal. Gyerekek, a rockrádió is haldoklik. Az nem azért. Szóval milyen zenét hozol, Csabi? Mondd el, hívjuk a naphallgatóját, aztán átadjuk a terepet. Figyelj, rock DJ-t hozom, mert már régen ajánlottam régi dalt, és a Robbie Williams készít egy új lemezt, és megkérdezte a rajongóit, hogy szavazzanak, melyik lemezre szavaznak, és a legtöbben a Single New Winningre. Az menő, ez egy jó dal egyébként. Hogy olyan stílusban nyomja most. Hívjuk a naphallgatóját. Morning Show! Hey, hello! Ennyi. Pati, jó reggelt, szia! Szevasztok! Ciao, szia. Hallgatsz minket? Kicsit már a reggel messze van, de azért jó napot nektek is. Hello, ciao, hello. Ja, hát nekünk ez még reggel. Hol hallgatsz, merre vagy, Pati? Most éppen Szegeden vagyok. Szegeden vagy. Most végeztem, és megyek Szentes irányába. Nagyon jó, SMS-t írtál nekünk, záróakkorként is megfelelő. Ha megverjük Ferő Eret, csak nem vágnak Ferő Eret. Ez volt az SMS-ed. Nagyon jó volt. Patikám, nézed este? Hogyne nézném. Nagyon helyes. Drukkolunk a magyar válogatottnak. Szeretjük. Legyünk együtt. Legyünk együtt. Így van, hát nosztalgikus élmények az EB után, amikor nyár volt, meleg volt. Voltál kint, tényleg? Márcebe voltam, persze. Fú, hát... Nagyon nagy élmény. Ott nagyon jó hangulat lehetett. Irigyelünk ezért. Svájc ellen megyünk megint. Helyes. Tessék menni. Ráfér a magyarokra, buzítás kell. Ez így igaz. Tovább tudjunk jutni. Kell egy kis siker. Van egy szép ajándékcsomagod, ezt küldjük neked, jó? Köszönöm szépen, aranyosak lettem. Köszi, jó utat, jó munkát. Szevasztok, szép napot nektek. Sziasztok. Nézed este, Csabi? Viccelsz. Én mindig mondtam, mindig is mondom, majd most. Egyszer bejött az utóbbi 40 évben, ugye pont idén nyáron, hogy kijutottunk, de hát ugyanúgy állok neki ennek a VB-selejtezőnek is, hogy majd most, nekünk most sikerülni fog. De reméljük, drukkolunk nekik, hajrá! Hajrá, magyarok! Hajrá, magyarok! 555-55-00 a telefonszám, kérjetek Csabitól dalt, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az